kormány mögött, vagy kint az utcán. Itt a Klassz FM-en. 6 óra, múl 12 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Jani, hello, jó reggelt! Hello! Drága hallgatók mindenkinek. Itt vagyunk, Feri éppen szeletel valami állatot. Odakint készül valami? Kis reggeli? Hát a kis karcsika örömére, gyerekek, hát csak valami legyen. Egy a kis bágú. Ez az ajcsi sonka, ugye? Ez az ajcsi. Hát tegnap kaptunk, képzeld el, egy sonkát. De nem kicsi. Tehát, hogy az mamut volt, vagy elefánt, gyerekek. Az. Az valami cudarnak. Egy rendes spanyol jószágnak a bal hátsó lábát kaptuk meg, köszönjük szépen annak. Spanyol ráadásul? Aha. Serrano. Serranocska. Ez komoly. Nagyon Serranocska, kedves. Úgyhogy már faragom egy órája, hogy az értékes részekhez jussunk, meg is történt, és akkor hamarosan lehet eszegetni belőle. A jó Isten áldja meg, aki ilyen okos karácsonyi ajándékot küldött. De nagyon komoly. Bárki volt, azt nagyon megháláljuk. Szeretjük. Úgyhogy hoztál egy kis kísérni valót, és akkor neki esünk? Az persze, jó van. Befogadtam, faragom, az már jó, és akkor mindjárt lehet reggel. Mondjuk Laci ígérte a többit, de ő ma nem jött még. Úgy látom, hogy ő még nem biztos, később, hogy vette, később ér majd ide. Hogy ma Viki nincs, igen, és lehet, hogy ezt ma nem későn konstatálta, hogy... De elküldtem múlt, hogy megmaradt témákat, úgyhogy semmi. Az mindig jó. Na most bocsánat, mikor szült a Viki? Tegnap. Tegnap ilyenkor még nem volt meg a gyerek, igen. Hát érted, azt gondolom, miért tegnap megszült, ma jön. Hát kész. Ja, igen. Laci gondolatvilága. Igen. A gyerekek, meleg van kint egyébként, egészen jó idő, tehát 10 fok, egyre jobban él az, amit mondok, hogy december még ősz és januártól tavasz, már hogy januártól tél, el kéne tolni a hónapok, a gyerekek 10-11 fok van, szemerkélő eső. Csak a jövő hétvégére mondanak ilyen mínuszokat, de nektek lett igazatok, hát gyakorlatilag az a prognózis, ami 2 héttel ezelőtt fönt volt a szakértők honlapján, hát az a mínusz 9, az már sehol nincsen, mert hogy ilyen plusz 2, plusz 3-akat mondanak. Úgyhogy az így naponta egyet ugrott, tehát hát megnézted egy héttel ezelőtt a mínusz 9-et, aztán 6 nap múlva mínusz 8, mínusz 7. Nem lehet, hogy ez egy karácsonyi visszaszámláló volt a meteorológiai állomástól? Hát simán lehet, de hogy nem lesz, nemhogy hó nem lesz, mínusz se lesz. Úgyhogy ma is ilyen plusz 13-at mondanak napközben, az mi? Az mi? Ha szörnyű december. És majd egyszer csak figyelj meg a januárt, hogy beesik. Beesik a hó és beesik a hideg. Én ezért mondom, és higgyétek el, hogy megállna, hogy januártól kéne a telet számolni márciusig. Aha. És áprilistól kéne, hogy jöjjön a tavasz júniusig. És júniustól szeptemberig. Tessék? Benyújtjuk. Hát álljátok, az évszak is változik, meg az éghajlati jövek is tolódnak, ide-oda mozgolódnak. Hát nem véletlenül. Ja. De ezeket ugyanúgy, ahogy az órát, ezt is utána lehet egy picit állítani, vagy lehetne, de hát nyilván ez nem menne át. De szerintem életszerűbb lenne, ha december még ősz lenne. Mert a 10 fok az nem tél. Még nem? Nem sokára mi leszünk a Kárpátok rivérája. Az biztos, gyerekek, ide lehet jönni. Ide lehet jönni januárban majd egy kicsit napozgatni. Igen. Ha, most még aludtam, úgyhogy jól vagyok. Na, azért meséltem erről. Igen, veled történtek hát, gyerekek, nagy dolgok. Igazából olyan nagyon sok minden nincsen, mert ott vannak, jól vannak, megszületett. Egyet többen vagytok. Na, egyet többen vagyunk. Jelentkezni. Figyelj, fura a második tényleg, mert úgy csinálod az egészet, mintha minden nap kórházba járnál szülni. Tehát, hogy mi? Az első nagy riadalom, pánik után ez valami olyan szinten nyugodt volt, kiegyensúlyozott, és a végletekig harmonikus, hogy így az ember nem is nagyon tudni. Ha jó helyre mentem, nem ébresztettem föl senkit, tudtam, hogy hova kell. Bepakoltunk, lepakoltunk, jött a doki, mondta, hogy jó, hát látja a fájásokat, de hogy akkor ez még van egy kis idő. Na, és most nézzük a kismamát. Igen. Felraktam magamra ezt a még összehúzó figyelő műszert, azt mondta, hogy nagyon jó, most tegyük át az anyukára. És aztán összeállította ott a tímet, és fél hétkor, pontban 6 óra 30 perckor megszületett a kis mágua. Felsírt, igen. Igen, odaadták. Odaadták, aztán szegény, hát mit él át, szóval a gyerekek, ha hát nekünk hasonló módon kellett, az valami szörnyű. Tehát a következő történt, ugye megszületik a gyerek, ő felsír, és azt hiszi, hogy bebugyolálják valamibe, és vége van, de nem, mert hogy elvágják ugye ezt a kis köldökzsinőrt, majd viszik ugye egyből azonnal leszívni az orrát, amely egy fél méteres csövet földúrnak mind a két órába földúrnak, szájába ledugják, fenekébe bedugják, hogy átjárható-e a kis popsia, ugye minden megnézik, jön egy doki, azonnal hallgatja, mozgatja a lábát, tekergetik balra-jobbra, víz alá teszik, néztem azt a szegény gyereket, mondom, úristen, picit régen is így komfortosabb, mint az anyamé. Igen, szegény, szóval nem véletlen mondják, hogy a születés a legnagyobb sokkal, ami elkísér az egész életedre. Ne bántsa a gyerekemet, mit csinál? Igen, mondom, tegyük rá, hát majd rátesszük, de hogy azért az nem volt annyira egyszerű, ebből ugye megcsinálnak mindent rajta, hát figyelj, amit ott átélünk, hasonlót csináltak velünk is, csoda, hogy még volt kedvünk élni. Ugyanezt kaptuk, és foggal eltépted a köldökzsinort, vagy hagyományos módszert alkalmaztatok?
Nem is engedjenek oda. Ott ők elvágták, és akkor én még egyet vágtam rajta, de én mit vágtam, azt már nem tudom. Szerintem a másik eltetettétek, de gondolom. De a villany, az biztos. Zsinórvért. Azt eltetettük, igen, és ott kellett azt levágni, igen. De elment a villany, az biztos. És itt vágja a lapukat. Nem ott. Sötét lett a műtőben. Na, és elárulod végre az igazi nevét, vagy pedig majd 10 000 forintért valamelyik szülésznő kiolvassa a könyvből? Nem mondtam, szerintem a Mágua nagyon menő egyébként. Tehát a Mágua az nagyon, nekem nagyon tetszett. Karcsika, nagyon jó. Sírókész családból származik a gyerek. Igen. Figyelj, amikor a Bennettet kerestétek, a Bennett nevet, ugye az volt az egyik vezér motivum, nyilván azon kívül, hogy tetszem, hogy ne legyen belőle sok. Igen. Ugye? Tehát ha most ha modern nevet választottatok, akkor az nem jó út, mert abban már mindig sok van. Tehát én a Karcsikának... Modern. Karcsika nagyon jó. Azért örülök a Karcsikának, mert már kevés Karcsika van. És tudod, egy jó István, János, Ferenc, ezekben gondolkodhattatok volna, mert az most kevés van. Így van. Igen. Nem, Noel lett végül, és azért lett Noel, mert hogy december 25-e névnapja, és gondoltuk, ha már születésnap és a karácsony eddigre esik. Nem, de egyébként tényleg Noel lett, de nem azért, mert hogy egy nagyot kapjon. És aztán később rájöttünk, hogy december 25-e, 26-e van a születésnapja. Úgyhogy egy nagy. Szüli Ácsony névnap, így hívjuk, hívjuk az ajándékot. Hát most, hogy lesz ilyen? Hát most, most úgy fog fölnőni szegény gyerek, hogy mindenki mondja, hogy június szülinap, február névnap, mindjárt karácsony, és te kicsi Noel, anyá. Igen. Nekem majd 24-én van egy nap. Igen. Egyen, nagy. Igen, de 25 vagy 26 a névnap, nem is emlékszem pontosan. Egyébként, úgyhogy... De 25. De 25, most jól nézem. Most nézem, egyébként azt mondja, hogy a francia eredetű férfi név az úr születésnapja. Igen, hát ugye a karácsony, igen, a karácsonyhoz abszolút köthető. Hát ennyire figyelj, szeretetek az Oasis-t? Tessék? Ennyire. Ennyire a kedvencünk. Na, a Geleger után. Szóval ez lett, vagy ő lett a neve. Ez lett a neve tulajdonképpen, úgyhogy hát a gyermeket figyelj, fel kell készíteni. Aha, hogy értem én. Egy nagy van. Nehéz idők jönnek, itt nincs júniusban évnap, meg szeptember születésnap. Egy nagy karikor. Le van tudva, nem kell észbe tartani. Egyébként meg igen. Milyen jó meg tudod jegyezni. A döbbenet az a számisztikát, ha nézzük, hogy minden hárman 18-asok vagyunk. Igen. Az kemény. Na, na ez kemény. Ezt ki is mondta tegnap? Talán az Anna. Anna mondta, nem? Nem tudom. Anna, tegnap mondta itt valaki, hogy milyen megdöbbentő, hogy 18-án születtetek mind. És akkor így tényleg. Ez nagyon durva, ezt tegnap realizáltuk a kórházban mi is. Kérdezte, hogy hányadik van, 18. És így fölkaptuk a fejünket, összenéztünk, és ott jöttünk. Csabi, rá, ugye... Csabi mondta, igen. Beni is 18, csak ő október. Ugye, ő most ugye december 18, én meg július 18. Hm, mind a három. Már mondta, hogy Noel. Tessék, hát ő, hát most mi ez? Mit mondják? Ez csak itt, még úgy egy kicsit a, nem olyan külsősnek tűnt a gyerek, hogy hát figyelj, nyilván még október, ő... Figyelj, neki kell bemutatkozni, alkalmazkodni. Igaz. Tehát, hogy ne, ott kemény idők jönnek. És nem. Az a durva, hogyha még a Viki szül még, azt mondja, hogy összesen... Nem, Viki nem szült. Azt mondja, hogy várjál 34 darab gyereket, mindegyiket 18-án, az 660 a sátán szám. Új, de kemény. Atya Isten. Hallod? Nem, Viki nem szült ebbe. Ebből lesz egy új YouTube videó. Itt megálltunk. Igen? Benni tegnap találkozott vele, hát az nagyon helyes volt. Simogatta, puszilgatta, köszön neki, játékot vitt, nagyon-nagyon odatta a kedvenc sapkáját, a kedvenc plüssállatát, gyúrta, gyömöszölte, tudod, mondom, ú, Benni óvatosabban. Igen, várjunk vele. Ő még nem albinós ün. Igen, ő még azért ezt így nem érzi, hogy itt egy rossz mozdulat és nagyon komoly következményekkel járhat. Egy körbe zsongta, annyira helyes volt igazából. Az ő találkozásuk volt a legjobb. Az 15 perc után, hogy jó apa, hagyjuk itt, menjünk focizni. Na jó, menjünk. Ha igen. De ott úgy kellett, nem hozzuk haza. Úgy kellett elszakítani már, ilyen, mit tudom, fél kenc költünk el a kórház, úgy kellett elszakítani. Jöjjön már, mert hozzá, hogy nem, már majd jön, hazajön a tesó. Fogod-e még kicsit utálni, és majd még visszaküldeni. Fogod-e még 5 nap után visszaküldeni, mikor rájössz, hogy nem csak veled foglalkozik most mindenki. Úgyhogy, hát ez van. Menő. A dolog így történt, zökkenőmentes volt, úgyhogy szerintem vasárnap már tudjuk is őket hazahozni. Hát és akkor négy nap indul. Elméletileg, ha nincs besárulás, akkor 3-4, igen, vasárnap hétfő környékén. Igen, ő cudar, indul a cudar karácsony. De, most még csöndes. Jó lesz. Nem, hát mondod, hogy igazából zökkenőmentes volt minden. Szerintem ez látszódni fog a babán is. Igen? Biztos vagyok benne.
Ami, bocsánat, mi fog látszódni a Szent Karácsony ünnepe? Vagy? Az marhán, hanem az, hogy zökkenőmentes volt a szülés, akkor szerintem a gyereknél is ez úgy fog realizálódni, hogy a gyerek is nyugodt lesz, kiegyensúlyozott lesz, akkor sír csak, amikor kell, majd amikor 5 évesen elfenekeled, mert meg lerúgta egy lasztival a, mit tudom, az étkészletet, az anyádiktól kaptad a karácsonyt. A zsoldáit, igen. Ott fog először sírni, azt mondod? Na, nem lesz vele gond. Nem lesz vele gond. Nem szabad, hogy gond legyen. Na, nem érted? Meglátjuk, hogy a kis mágua. A kis mágua, hogy reagál. Milyen igazán kórházban vagytok, hogy elviszik éjszakára most még a kis máguát? Ez a szülő döntése. Aha. Tehát olyan a kórház, hogy itt nem néznek rád rossz szeme, ha itt döntesz, ha úgy döntesz, ha aludni szeretnél, fáradt, hogy elviheted. Támogatom azt a részt. Szerintem, ha ott van, ott akarod rakni, akkor magad mellé rakod, ha aha, van ez a kis gurulós kocsi, tudod, az a kicsit döntött, akkor berakod abba. Ha tehát, nem azt akarod hazavinni, abban is segítenek. Ha el akarod cserélni, mert nem tetszik, nem elég szép, akkor ki tud cserélni. Szóval nincs itt ez a nagy magyar tudod anyáskodás, hogy aki elveszi éjszakára, nem is anya, milyen anya az ilyen, amit szeretnél. Tehát, hogy ezt abszolút rád bízzák. Ja, tényleg, hát az első látvány, ugye a gyerek, szép a gyerek, vagy hazudjunk. Persze, mondd meg nyugodtan. Formás, most már formás. Igen, a Beni nem volt ennyire formás. Tehát ő formásabb első. Az a vigyázzál, mert aki nem formás, az később kirúgja magát, és jóképű csávó aki lesz. Most formás. Azzal nem tudjuk még, mi lesz. De szorítunk. Igen. Hajrá, Noel. Mikor kijött, hát akkor azért a szépség szerintem nagyon messze van, megható, gyönyörű, meg minden, de hát azért az a kis mézes, mázas, kék minden összegyűrődve. Összegyűrve, összenyomva, tudod, mint egy sárpely kutya, tehát hogy azért az kevésbé mondható szép, meg meghatónak, aranyosnak, kedvesnek, igen, de hát aki elsőre rám mondja, hogy szép, akkor azt mondom, hogy persze, akkor miért nem mondod, hogy maradjon ilyen. Tehát, az hogy nagyon jó. Akkor miért rukkolsz, hogy azért még nőjön egy kicsit az a gyerek? Szép, de azért még kicsit nőjön, tudod, azért mindenki ezt gondolja, meg szépüljön. Ha itt ott még kicsit horpad, befogad az orrát, belefújsz a szájába, akkor kirúgja magát. Abban a pillanatban kijön, igen. Úgyhogy, hát van hova. Innen jó, szép nyerni. Azért, ha így maradnánk mindannyian, tudod, azért érdekes nézni. Persze nyilván az embernek a legszebb, meg a legcukibb, de azért tudod még, azért adjunk egy pár évet. Uh-huh. Térjünk vissza arra a fotóra, majd 4-5 év múlva. Én ilyenkor példaképpen mindig Lou Ferrignot, a 80-as évek egyik legendás testépítőjét szoktam mondani, aki a fáma szerint olyan testadottságokkal született, hogy a kis térdecskéje vastagabb volt, mint a kis combocskája, és aztán hát egy picit összekapta magát Hulka a csávó, úgyhogy nincsen ezzel semmi baj. Persze, sokat változnak. De jó a kórház, meg nyugis, meg tényleg olyan a harmonikus. Nem üldöztek benneteket fotósok? De, egyébként, de. Amikor tegnap a kórházba kijöttem, volt. Nem, de esküszöm. De ezt hogy csinálják, basszus? Hát, tudod, van három hely, ahol szülhetsz, vagy négy, tehát nem olyan nagy. Nem és oda megy megnézni mindegyiket. Igen, vannak a nagyon extrák, mi nem akartunk oda menni, ez abszolút normális, egyébként egy középkategóriás, ott voltak. De. Hol, melyik újságban, nem tudom, hogy kíváncsi vagyok egyébként. Meg egyedül jöttem ki, tehát most azért az miért sztori, hogy most kijövök egyedül a kórház ajtaján, a forgóajtón, beültem a kocsiba, meg aztán elmentem. Úgy általában nem értem. Tehát, hogy így, még azt is tudom, milyen autóval volt. Mert azt én figyeltem egyébként tegnap a hírkeresőn, hogy kik írnak az eseményről. Ami szerintem egyébként egy privát, egy magánügy, ez a ti életetek, meg rátok tartozik elsősorban, meg azokra, akikkel te úgy gondolod, hogy meg kell osztanod ezt a dolgot, ha itt akarsz róla beszélni, beszélsz, ez a te magánügyed. De, hogy olyan széles spektrumon vannak azok a lapok, amik írnak róla, hogy tényleg már ilyen politikai vonatkozású, egyáltalán nem a bulvár kategóriába tartozó. Tehát, hogy már azon se lehetettem volna meg, hogyha Népszabi elsorna egy tehát, hogy... Pedig önmagában az, hogy gyerek, igen, értem, hát hír, de hogy nem egy akkora történet szerintem, mert valakit kirúgnak, állást vált, szakít, válik, azért azok mindig ugye negatív hír, hát azért az nagyobbat üt. Tehát azért ezt így lehozzák, ez egy ilyen kis cuki-cuki mínuszos hírot valahol hátoldalon. És akkor így tudod így. Na jó, hát az ember tudod, azért beszél előre egy rádióban, uh-huh. Tehát azért tegnap bejelentkeztem, hát onnantól kezdve azért ez már így nehezebben mondható, talán úgymond magánügynek. Úgy szerint nincs válság, Sebestyénéknél megjött a másod. Majd lesz. Igen. Szóval volt tegnap fotós, de hogy mit látott, azt nem tudom, mire visszaértem, akkor az már nem volt ott. Hát a középsúlyadat nyilván azt meg. Gondolkoztam rajta, gondolom, ezt szemeztünk egy ideig, de mondom, nem mondom. Végse, hát csak egy érdeklődő, és itt az anyukáját meglátogatni. Elég nagy teleobjektívvel jött akkor mondjuk, ja. Tehát egy elég komoly műszer volt nála, de le lehet vadászni a marsot, föl lehet lőni lézerrel.
De igazából hát figyelj, fotózzon, tehát nagy baj. De mit gondolt, hogy a szülés napján Viki kiáll az ablakba, és főmutatja a kis gyereket, vagy... Ez inkább arról szól, hogy mi újságunk még azt is tudja, hogy hol. Ez inkább ilyen presztízs, hogy mi utána jártunk, kiderítettük, és mi tudtunk arról fotót csinálni, ahogy ő éppen jön a kórházból, vagyis mi vagyunk a legjól értesültebbek. Na nem, mintha... Lapunk fotósa elő nem tudta elrejteni az újszülöttet, Sedeskép Balázs. Szomszülött ott van a fal mögött. Nem ők voltak. Nem, mintha ilyen nemzetbiztonsági alatt lenne, meg óriási nézőben minden nap születik 600 gyerek, hál' Isten, tehát nem egy akkora sztori. De hogy szerintem ez inkább azt tudott, hogy mi még azt is le tudtuk fotózni, hogy pedig aztán barom izgalmas, hogy kijövök egyedül egy kapu nyúzott fejjel. Csak alpin technikával tudtunk feljutni a harmadik emeleti ablakig, de... Igen. De volt egy-két gyerekek úgy ordított, hogy azért volt megszokás. Meg tudtuk szokni ott azért egy perc alatt igazából. Szegény anyukák azért ott küzdenek, ugye éjszaka szakör. Megrásztod az ágyukat, amikor elmentél mellettük? Nem, hát az volt a Viki az X szobában, és minél szobában... Halló! Viki, tudod, mint amikor a fűtőtesten végighúzod a kanalat. Itt vagy, ez a te szobád. Itt vagy. Hol nem látok az 1000 tulipántot. Igen. Úgyhogy szegényként, hát gondoltam rájuk, ott azért ment a szakör. De egyelőre a miénk csöndben van. úgyhogy ez van. És lesz is. Hát reméljük, gyerekek, de majd januárban erről beszámolok. Na, már csak két munkanap és végzünk? Ugye? Hétfőn. Hát az egy második, az nem lesz annyira melós, mert hát hogy zenéket fogunk hallgatni, belerévedünk a múltba, mi az is nosztalgiázunk, jó lesz az. Lehet is szavazni ugye a honlapunkon elviekbe. Szavazgatnak? Jönnek szavazatok? Hát igen, nem tudom, csak kérdezem, hogy jönnek, így van. Jönnek át. Megcsinálta biztos. Hát ha megcsinálta, akkor jönnek. Jönnek szavazatok. Megcsinálja. A morningshow.hu-n lehet szavazni. Kérdése. És ugye nagyon fontos, drága hallgatók, tegnap ugye itt volt Kokó, és beszéltetek vele nagyon szép és fontos dolgokról, de nyilván akik 7 és 8 óra között nem hallanak minket, azok nem is nagyon tudhatták, hogy egészen pontosan miről van szó, úgyhogy mondani fogjuk majd folyamatosan az SMS számot, és hát kérünk még tőletek segítséget, jó? Még a mai napon és a hétfői napon is, amikor majd lezárjuk és elmondjuk, hogy mennyit sikerült összegyűjteni, hogy aki teheti és van lehetősége, az ökumenikus segélyszervezetet 250 forinttal támogassa, 1353 ez az SMS szám, mindegy, hogy mit küldtök, ezt kell egyszer felhívni, vagy SMS-t küldeni. Jó, majd beszélünk róla egy kicsit, hogy ez miért fontos. 1353, 250 forintja szerintű mindenkinek van, úgyhogy tegyétek meg, hogy egyszer, akár most, ha halljátok később, vagy ha már küldtetek, és van rá lehetőség, akkor küldtök még egy SMS-t. Vagy most és számra. Később. Vagy most és később, így van. Tökre szeretném, amikor valaki megérti az üzenetét annak, amit mi szeretnénk sugalni. Sziasztok, hülyeséget beszélnek a Janék. Nálam 5 hónapos a második fiam, zökkenőmentes volt a szülés, de 3 hónapos kora óta nem alszunk. Köszi. Tök jó. Na. Mi szeretnénk, hogyha üdítő kivételek lennének Balázsék. Miért? Igen. Mi abban hiszünk, hogy aludni fog az egy gyerek. Az jó lenne. Igen. Na jó van, hogy állunk játékkal? Mi van a szuperhetünkkel? Kérlek szépen, ugye te 2-1-nél búcsúztál el, és tegnap egy olyan játékosunk volt, hogy megőrültél. Fit, szexi, pörgő. Ki is kaptunk? Igen. 2-2? 2-2. Aha. Atya, úristen. 2-2, egy nagyon-nagyon szép játékkal. Igen, nem volt alibizés. Nem volt alibizés, senki nem mondta ki a tiltott szavakat, végigjátszottuk az egy percet, és nagyon tényleg szuper játék volt. Viszont ezzel ugye a mai napra... Hát igen. Ajajaj, gyerekek, nagy a baj. Nézd, ha ma elbukjuk, akkor még a másik kettőt hozzá csaphatjuk a jövő héttől. Még mondjuk azt, hogy akkor 7-7 fordulós? Hát tulajdonképpen ideál. Igen. Olyan szabályokat hozunk, amilyeneket akarunk. Ha megnyertük, akkor lezártuk. Ha nem, akkor még mindig elő lehet rántani ezt a két napot. Hájjájjájjájjáj, gyerekek. Na jó, van, meglátjuk. Lehet jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne velünk játszani, tegye meg. Egészen nyugodtan. Jó, 7:30 van pontosan. Jönnek Ákos hírei, mi pedig jövünk a hírek után. A Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A hét utolsó napja, sokaknak talán már az utolsó munkanap, nem túlzás ezt állítani. Kicsit hát sokan kiveszik szerintem a hétfő kedvet a két ünnep között, és akkor azért az egy két hét. Kicsit ezt túlvállaltuk. Tadtam. Köszi, ne fogd ránk. Gondoljatok arra, akár az utolsó is lehet. Kintik az, úgyhogy jó az, hogy jöhetünk. Igen, de még jövünk hétfő kedden már témáink nem nagyon. Lesznek igazából csak és kizárólag. Ugye zenélgetünk majd, viszont hát sokan ma már búcsúznak hétfő kedden, már szerintem azért a legtöbben tényleg az ünnepekre készülnek, és elteszik magukat szépen karácsonyra. Aki ember, az velünk kell hétfő kedden is.
aki ember a szolidarit, és jön velünk. Meg szerencsések leszünk kedden, mert hiába nem lesznek témájunk, más rádiókat például nem irigyek, mert ők olyankor veszik elő, ami előző heti témáikat. Ez is igaz, hogy legalább egy kicsit akkor tudnak zárkózni. Na, hát gyerekek, döntsük el akkor ezt az egész évet, jó? Nézzük meg, hogy ki az a játékos, aki beviheti a hallgatókat a hátán, és az univerzum királyai lehetnek a hallgatók általa. Mert hogy ugye felajánlottuk, hogy aki nyeri ezt a hetet, az lesz az univerzum császára. A galaxis királya, és hát mit mondhatnék még? A naprendszer istene. Elarcoskodtuk, igen. Nem számítottunk rá, hogy pénteken 2-2 lesz. Történelmi pillanat lesz. Aztán meg az a következő történelmi pillanat, amikor meg kitaláljuk, hogy miért is nem ők győztek. Bizony. Hát az nehéz lesz, de már azt gondolkozom. Nem lesz egyszerű. Már gondolkozom, igen. Na, valakivel már is játszunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Balázs, Feri, Jani. Hello! Halli! Hello, bello! Sziasztok! Várjál, azt hiszem, hogy Anna, nekem nem írtál ide semmit, vagy írtál, csak rosszat nyitottam meg? Hogy hívnak, hello? Noel vagyok. Noel, hello Noel, jó reggel. Nem, csak vicceltem, Peti az igazi nevem. De kis humoros vagy, Peti. Honnan hívsz minket? Harmadik kerületből. Na, harmadik kerület. Annak melyik részéről? Akrinkum. Úgyhogy ismerős vagyok, és tudom, hogy erre szoktál járni. Milyen, mit mondtál, King Kong? Vagy King Kong. Akvinkum. Ja, Akvinkum? Így van. Ja, King Kongot értettem, mondom. Igen, igen, a Skull Islandről. Kész vagyok, kicsit keveset aludtam, igen. Harmadik kerület, King Kong. Balázs, először, hogy így magamhoz vegyem a szót, szeretnék gratulálni. Nagyon helyes vagy, köszönöm szépen. Aztán megküzdünk. Igen? Valamelyik őtökkel. Az univerzum királya címért. Az univerzum királya, a galaxis császára, így van. Az egész van. Évet megnyerhetitek, könnyelműen odaadtuk. Ugye, mert hát nyilván elvéreztetek, mert nem voltatok túl ügyesek, de mi feltettünk mindent erre az utolsó hétre. Úgyhogy, hát igen, hát ez hiba volt. Na, meglátjuk. Igen, kivel szeretné játszani? Szerintem nem lesz meglepő, veled Balázs. Miért bántod? Én most szült. Tényleg. Nem bántom. Szerintem ennek így kell lennie. Egy kis megmérettetés az év végére. Jaj, gyerekek, hát ez most nagy a teher. Nagy a terv. Mit csináljunk? Gondolkoztok, hogy jöttünk, meg van már terv, hogy jövünk ebből? Sorsoljunk. Ne, szüntessük meg most a rovatot. És döntetlennel kimenekülünk. Dobjunk fel pénzt. Ha fej, akkor mi döntünk, ha írás, akkor is mi döntünk, hogy vállaljuk ezt a harcot az univerzum királyáért. De papírpénz legyen, és úgy fújjuk, hogy nekünk legyen jó. Igen. Na, hát nézzük meg aztán maximum, gyerekek, hát rajtam megy el az év. Nem? Ne vállalj. Persze. Ne vállaljon be? Nem, sorsoljunk hármunk közül, aki veszít, az játszik. Na? De miért? Ne, játszom Balázs. Okay, játszom Balázs. Meggyőztél, az észérvek rám mindig hatnak. Persze, ennyi, értem. Jaj, gyerekek. Na jó, oké, mehetünk? Mehetünk. Na, kezdjük akkor el. Jó, 3, 2, 1, és tessék. Itt vagyok, figyelek. Figyelek, én kérdezzek. Kérdezek én? Tedd úgy. Kérdezek, Gábort mondtál, jól értettem? Noelt. És aztán? Aztán Pétert. Aztán Péter. Mivel foglalkozol, Péter? Könyvelő vagyok egy kereskedelmi cégnél. Volt már karácsonyi bulitok? Tagadom ezt. Tagadom. A jövőben lesz még. A jövőben lesz még. Mi történik egy ilyen könyvelős karácsonyi bulin? Mesélj egy kicsit. Sok minden. Leülünk, röhögcsélünk, ajándékozunk. Jó arcok? Nézzük egymást. Jó arcok a kollégák? Jó fejek? Egytől egyig mind. Tényleg? Így van. Véleményes gyerek van már egyébként? Tervezgetjük párommal. Mióta vagytok együtt? Egy éve házasodtunk. Egy évvel összeházasodtatok? Ahogy mondod. Nagy buli volt? Óriási. Sokan voltak, nász nép, minden? 30-an, szülők, barátok, mindenki. Na, akkor mondom, hogy mi van, volt egy fél igen, amit ugye be is mondtunk, hogy véleményes a dolog, de ez időben behúztad a kéziféket, bár ha nem ilyen fontos döntés előtt állnánk, akkor én már most átvágnám a gordiusi csomó. Amit át kell vágni, igen. Ilyenkor. Mit tegyünk? És erős passzivitás mutatkozott, tehát rövid, egyszavas válaszok kérdés nélkül. Ha ez nem az év mérkőzése lenne, megadnám. Az egy meccse volt. Én is megadom, megadhatom a dolgot, viszont
azt kikérem magamnak, hogy ezzel a meccsel döntöttük el az univerzum királyát. Tehát tiéd a pont, de hétfőn, ezt a, de hétfő kedden folytatjuk. Igen, mert lehet mondani, hogy nem voltál túl kíváncsi Balázsra, ő annál inkább rád. Én mindent tudni akartam, a könyvelésről, a bulikról, a páradról. Éhes volt minden információ. Hát, hergeltelek, hát a kimondod. Na jó, ez így, akkor hogy ez a hét jó, a hallgatókért, Péteré az ajándékcsomag, viszont hétfő keddet akkor még hozzácsapjuk, tehát most ugye 3-2-re a hallgatók visznek. Ha két nyert meccsünk van jövő héten, akkor mi vagyunk az univerzum királyai. Ha bármelyiket megnyerik, akkor elvesztetjük. Akkor elveszítjük. Akkor folytassuk még hétfő kedden. Mit szóltok? Jó, ez így? Ez jó. Így jó, mert egy igen jó. Volt ott visszaszívva. Igen. Jó, ez így neked? Rendben, egyetértek. Köszönöm a lehetőséget. Jó, de neked tényleg megvan az ajándékcsomag, azt megadjuk, de... Köszönöm. Igen. Jó, oké, gratulálunk, ügyes vagy, küldjük neked, én jó? Én gratulálok nektek. Köszönjük, küldj SMS-t a 1353-ra. Igen, 1353, küldtél már SMS-t? Nem, de fogok. Egy darab SMS, 250 forint, jó helyre megy, tudjuk hova megy, segítünk már, segítettünk nekik, sokszor ökumenikus segélyszervezet, nagyon... fontos dolgokat és kitűnő munkát végeznek ők ott, és tényleg nagyon sok mindenkinek segítenek, aki rászorul. Jó, 13-53, mi nem állunk olyan mellé, akiben nem hiszünk, akiknek nem hiszünk, évek óta dolgozunk velük együtt, és szeretnénk kérni mindenkit, hogy küldjön. 250 forinttal segítesz. Az ember azt gondolná, hogy nem túl sok, de sok kicsi 250 forint viszont nagyon sok gyereken, nagyon sok felnőtten segíthet. De gyerekeken is van a hangsúly, úgyhogy hajrá. Jó? Mi is küldünk. Tegnap egyébként igen. Maga Kovács Koko István ellenőrizte a telefonjainkat, hogy küldtünk-e már, mondtuk nagyon meg, jó hogy jöjjön. Mutassátok a telefon, főnök parancsolj. Igen, 13-53. Jó, SMS-t, hívás, bármi lehet. Jó, legalább egyszer. Köszönjük szépen. Küldjük az ajándékcsomagot, köszi a játékot. Köszönöm, sziasztok. Ciao. Hello. Na jó van, akkor 3-2 oda, de még akkor nem adjuk oda ilyen játékért az univerzum király címet, és még folytatjuk. Miért viszont akkor 2-ből 2-t hoznunk kell jövő héten, mert ha viszont bármiket elbukjuk, akkor ez így oda. Igen, tehát két nyert meccs kell, ami nem mindig szokott sikerülni. Kapaszkodunk, nyomorultul kapaszkodunk, érzitek? Hogy szerintem ez egy tök korrekt ajánlat. Ez egy teljesen korrekt ajánlat egyébként, és veszettétek volna. Akár el is vehetnénk mindenféle indok nélkül, így még versenyben vagytok, gondoljatok arra? Ugye? Csináljuk úgy, hogy tényleg ne érjen szó a ház elejét, hogy akkor a jövő héten nem választani lehessen, hanem mondjuk menjünk ABC sorrendbe. Egymással végig a játék. Tehát, hogy értitek? Abban a két napban már toljuk ABC sorrendben a játékot, jó? Igen. Ez nem fel, srácok, puhányok. Mekkora szemetek vagytok, nem viselitek a vereséget emelt fővel. Gyerekek, ott azért ő majdnem kimondott egy igen. Bizony. Majdnem. Tehát, hogy ott meg be tudjuk játszani, tehát nem azért vesszük el, de hogy azért ott majdnem volt egy igen. Úgy is elveszítjük. Persze, hát csinálunk. Igen. Teljesen mindegy. Isten, de mennyire aranyosatok. Tehát, hogy azonnal persze, a fejünket akarja. Persze, nyilván valakinek az egész éves frusztrációja most ebben a döntésben adjatok fog megmutatkozni, de nyugodtan az SMS számukat mindenki tudja, tessék nem kimérni. Jó? Most egész már csak azért is két rokont beízítok hétfőkedre, akik elveszítik a játékot. Hogy agyérzést kapjatok. Igen, hogy úgy teljen el a karácsonyot, hogy az a rohadt szemét. Rákóczi, igen. Egyébként küldjetek el nekünk is legalább egy SMS, de amit erre fordítatok, az küldjetek el a 1353-ra. Jó, higgyetek el, még segítetek is. Jobb az így. Igen, de minket is lehet szívni nyugodtan. És ne nekünk küldjetek, hogy 1353, mert valaki küldött, nem, a 1353-ra küldjetek bármit. Igen. Na jó, van egy perc, pontosan 7 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sedestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 14 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Janni, hello, drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, sokaknak az utolsó munkanap teljességében, az egész évben aztán leteszik a lantot, mi még hétfőn kedden vagyunk. Egyébként, és folyamatosan zajlik egy gyűjtés, nem győzzük hangsúlyozni. Egyébként, hogyha valaki az egész éves lelkiismeretét szeretné úgy letudni, hogy nem volt lehetősége, módja segíteni, esetleg nem tudta, hogy kinek segítsen, mert eltűnt itt a nagy adatmennyiségben, és nem tudta, hogy melyik szervezetnek, a alapítványnak gyűjtsön, adjon, akkor az most nagyon könnyű helyzetben van, ha ránk hallgat. Ugyanis van egy SMS szám, amit egyszer kellene felhívni, vagy elküldeni rá, teljesen mindegy milyen SMS, üres szöveget, egy pontot, egy felkiáltójelet,
és hát ezzel nagyon nagyot segítetek. Méghozzá ugye az ökumenikus egészszervezetről van szó, tegnap Kokó is itt volt, és jól állunk, már egyébként több millió forint felett vagyunk, de ez még kevés, ha azt nézzük, hogy tavaly mennyit sikerült összegyűjtenünk. Természetesen a ti segítségetekkel. És ugye az ember úgy tud gondolkodni, hogy egyetlen egy SMS, ami neki talán nem kerül sokba, reméljük, hogy sokan megengedhetik ezt maguknak, ez kb. 250 forinttal terheli meg valakinek a telefonszámláját. Viszont a segélyszervezet az rengeteg gyereknek, rengeteg felnőttnek segít, ételosztással, hosszú távú segítségnyújtást is csinálnak, több mint 200 gyerek lakik a szüleivel, átmeneti otthonokban gyerekek felzárkóztatását is segítik. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó helyre megy a dolog, és ők ugye nem csak ünnepekkor vannak, talán ez a legfontosabb, hanem egész évben ott állnak azon hátrányos helyzetű gyerekek, felnőttek mellett, mögött, és hát próbálnak folyamatosan segíteni. Ha elkülditek ezt az egy SMS-t egyszer... A 1353-ra? A 1353-ra, így van, akkor lehet úgy is gondolkodni, hogy egy ingyenes ételosztáson, amiből egyébként több van egy évben, az akár egy adag ételt is jelenthet valakinek, és ez tényleg nagyon-nagyon nagy segítség. Ezt volt szerencsénk a saját szemünkkel is megtapasztalni. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, fogja meg szépen a telefonját, jó, tegnap tudjuk, hogy már sokan küldtek, 9 óra után, amikor Kokó itt volt, de talán 9 óra előtt nem hallották ezt a beszélgetést, hiszen azután volt, és nem is küldtek, viszont most egész nap mondjuk, hogy a 13.53-at mindenki egyszer üsse be, majd minden óra legvégén, a játék előtt vagy a játék után tartunk egy ilyen nagy visszaszámolást, és akkor minden órában, aki hallgat minket az óra végén, akkor egyszerre velük küldünk mi is SMS-t. Jó, és akkor az talán segít, közben egész óra alatt természetesen lehet. Hétfőn mondjuk majd, hogy mennyit gyűjtöttetek össze. Szeretnénk minél nagyobb számot mondani. Ahogy Balázs is mondta, egyébként a segélyszervezet nem csak ételosztással foglalkozik, és hogyha valaki esetleg bizonytalan, vagy mondjuk így nyugodtan bizalmatlan adott esetben velük szemben, ami egyébként szerintem való természetes, mert nagyon sokan kérnek segélyt, nagyon sokan kérnek támogatást, anyagi támogatást, akkor látogassatok el a segélyszervezet.hu-ra, ez a honlapjuk, és akkor itt a tevékenységünk rovatban megnézhetitek, hogy egyébként ők mivel foglalkoznak egész évben. Hát igen, azért az fontos, hogy sok-sok éven működnek már, megbízható, független könyvvizsgáló cég csinálja az ő átvilágításukat, és azon sokan melléjük állnak, mi is, úgyhogy igazából ne is. Ha valaki szkeptikus, nézze meg, de azt hiszem, hogy ebben az esetben nem szabad annak lenni. És gyerekekről van szó, ami talán a legszívszorítóbb. Ugye felnőttekről is természetesen, de hogy tényleg az ember sokszor nem tudja, hogy kinek adja, hova adjon. Itt most egy SMS-sel már úgy tud ülni a falat, hogy na, egy kicsit én is segítettem, egy kicsit nekem is könnyebb a lelkiismeretem, mert az ember persze leül a terített asztalhoz, de kell azokra gondolni, kötelességünk, akik ezt nem tehetik meg. És egy SMS-sel sehova nem kell elmenni, semmit nem kell feladni, tud azoknak segíteni, hogy ők is egy kicsit könnyedébben karácsonyozhassanak. Úgyhogy 13.53 használjátok, jó? Mondjuk majd ennyi? Minden órában. 13.53. Köszönöm szépen. Igen, meg gyerekek esetében más a helyzet. Ugye ott az ártatlanság még teljesen benne van, hogy ő aztán tényleg hát nem tehet róla. Igen, igen. Felnőttni még lehet gondolkodni, hogy ő maga miatt van ez így. Igen. Küldjétek. Na, kérlek szépen, egy rövid időre megszakítanám a műsor folyamatodat, aztán visszaadjuk a szót. Hát Jánossal szeretném ezt elsősorban megbeszélni, ezt a történetet, mert te szereplője vagy ennek a kis összefoglalónak. Három képet fogunk látni a apukáról, ahogy ugye a szülés utáni meghitt pillanatokat átcseréli a közszereplő pillanatára. Egyrészt azt szeretném mondani, hogy nem lehet egyszer úgy cikket írni, hogy gratulálunk Balázsnak, vagy gratulálunk Kovács Zolinak második fia megszületéséhez. Tehát muszáj belerakni azt, hogy képes lesz vagyok ugyanúgy szeretni, mint az elsőt. Jaj, a bulváros cím. Igen, ezzel már azt sejteti, hogy esetleg nem. Igen, benne van a dolog, de megnyugodhatsz Balázs, mert dr. Csides Kata pszichológus nyilatkozott az újságnak, és azt mondta, hogy ez egy apai pánik, nagyon sok tipikus apa pánik, nagyon sokan túlestek rajta, de te már le is küzdötted hát a dolgot. Ha Csecse Katalin mondja, akkor hát, már a nevére gondol, legjobb megnyugszom. Figyeljetek, három kép lett az újságban lehozva ezzel a szóval. Látszik, hogy nagyszerű teleobjektívval készült a dolog. Az első elgondolkodva sétálsz. Szerintem konkrétan állsz, aláírás szerint nagyon sietsz az autón. Jani, sírva kérlek, hogy a második képet kommentált te. A lopakodó srác a fenyőfa alatt alcímet kapja.
Kiszúrtam a fotóst a kórház előtt, hát most mit csináljak? Zseniális a második kép. Igen. Átnéztem a falat, és láttam, hogy fotóznak. Picit olyan, mintha lopni mennél. Tehát, hogy egyértelműen az látszik, hogy ez az autó nem a te autód, éppen fel akarod törni, vagy pedig mellé akarsz kakilni. Én ezt a kettőt tudom kinézni a képből. Az arckifejezés és a picit rogyasztott testtartás alapján. Jó. Aztán pedig ugye lecsekoltad, hogy igen, és elővetted a B-típusú mosolyt. A csibészeset, igen, a csibészes lefegyverző bemutassak, megverjelek, oda menjek, számon kérjelek, vagy inkább röhögjek az egészen és hagyjam. Az utolsót választottam, mondom, nem érdekel. Melletted van egy ilyen beton térrel záró elem, azt látszik, hogy lehet, hogy egyébként annak is szólt a lehajolás, hogy megpróbált felkapni, és ott dobni, de aztán lemondtál róla. Tegnap kijöttem a kórházból, és ott voltak a fotósok a kórház előtt. Egyébként döbbenetes tényleg, szóval, hogy nem tudom, hogy egyedül ez miért fontos, mert amikor a gyerek a kezemben lenne, de az ritkán hozza ki az ember az újszülöttet. Ugye első nap. De figyelj, ezt te mondtad? Mert ez, hogy ez képes leszek ugyanúgy szeretni, mint az első. Fölhívtatok, mert legalább én elmondtam, hogy az ember ezen sokszor akkor gondolkodik, hogy amikor van egy gyereked, akit imádsz, akkor jön a második, vajon? Ez egy fél mondat volt a tegnapi beszélgetésünkben. Megint azt ragadták ki belőle, ami a szövegkörnyezetből kiragadva nyilván már nem úgy hangzik. Azt írja, hogy hallottam a fotókattogását, ami nyilván nem lehet, mert a fotós kb. 150 méterre volt. Akkor cseréljétek le a gépes, srácok. Már valami komoly gond van. Egy ezüstszínű, nem is tudom, ilyen Skoda Octavia-ból fotóztak egyébként, és ott. Álcázott volt az autó? Volt az a háló? Igen. T-34-es tanknak volt öltöztetve az autó. Igen. Úgyhogy kiszúrtam. De gyönyörű a fotó, komolyan nem szoktam ilyet újságú vásárlásra buzdítani, de az évezredet fotósorozata egyébként. Tehát az első képen így kicsit tördöd az ujjad, látszik, hogy így elgondolkoztál. Nem, megyek a kocsi felé. De ilyen tök elgondolkozott kép. A második a settenkedő Balázs, az valami gyönyörű, és a harmadik pedig nem, maga visz. Az első idegen helyen soha nem tudok kakikni. Remélem, most nem fog senki észrevenni. Itt legugolok. Hopszi, kiszúrtak. Na mindegy, majd csak kibírom valahogy hazáig. Remélem nem lesz nagy dugó. Remélem nincs sok autó, akkor inkább hazamegyek. Nagyon jó. Igen. Na, gyerekek, nézzük a közlekedési híreket, hogy mit írnak az autósaink. Azt mondja, hogy megvan, miért van dugó az M0-áson. Két autó koccant. Az M0-áson az M1-ről lehajtva Szeged felé, a külső sávot elfoglalják, és pici torlódás van, de halad a sor. Köszönjük szépen. Rengetegen írjátok, hogy elküldtétek a 1353-ra az SMS-t, hívni is lehet. Egyébként, ha valaki az SMS-től idegenkedik, ez Timi írta nekünk, aki ebben a pillanatban már hívta, és a 1353-at kettő darab SMS elküldve egy másik hallgatónktól. Köszönjük szépen. És M1 torlódik Biatorbágytól Budapest felé, valamint Zalaegerszeg, Zrínyi utca, Seat Cordoba szintén fotóznak, úgyhogy vigyázzatok, valamint M3-as Budapest Miskolci jól járható, baleset és hatóságmentes, egy pici szemerkélő esővel, ha valaki éppen szeretne arra menni. Egy számlaszámot nem tudok küldeni, mert az én számomról MLD-as üzenetet nem lehet küldeni. No. Nézzétek meg az ökumenikus segélyszervezetnek a számlaszámát, és akkor küldjetek, ha gondoljátok. Adományozás provat is ott találod meg. Vagy vegyétek el a kollégátok telefonját, és titokban küldjetek egy SMS-t. Ez számomra egy nagyon szimpatikus megoldás. Szuper. 250 forint nem. És adjátok utána oda neki természetesen, így gondoltam. Hát az a legszebb, hogy igen. Vagy küldjetek kettőt, de csak egyet adjatok. Tartozom neked 250, nem, de. Na, egy nagyon helyes történetet találtunk az interneten, és a sztori megdöbbentő egyébként, hogy mire vetemednek férfiak. Egy kínai férfiról van szó, aki beperelte a saját feleségét, mert hogy a közös gyerekek egész egyszerűen rondák lettek. Végre. Végre valaki kimondja. Mert igen, azért a saját gyerekedről mondta az ítéled, ugye? Igen. Azt, hogy ronda a két kölyök. A történet egyébként meglepő, mert hogy Yang Fengnek hívják emberünket, aki hozzáment egy gyönyörű nőhöz. Aki szült neki egy kisgyereket, Yang fújt. Yang fújt, és Yang mújt, és a gyerekek, látom a képeket, valóban elképesztő. Így van. Tehát egy gyönyörű nő, egy nagyon helyes pasi, és két olyan bűnronda gyerek, így van, amit te, ha rokon vagy. Yang csúf. Igen, ha rokobat se tudsz kimondani, hogy úgy de szépek ezek a gyerekek, azt nem bírod kimondani, ez a két gyerek, ez rettenetesen ronda. És kiderült egyébként, hogy szerelmi házasság volt az övék, mondta a pasi, de ahogy megszületett a két gyerek, problémák jelentkeztek, mert hogy, és idézek a férfitől, aki azt mondta, a lányunk olyan ronda volt, hogy komolyan megijesztek.
És én ezt imádom, hogy valaki kimondja. Ha megnézi valaki ezeket a fotókat, akkor akármennyire is, hát hogy is mondjam, csak nem szép dolog ilyet mondani, de hát mondjuk ki, az apának többé-kevésbé igaza van. Nem túl szépek azok a gyerekek, miközben az anya kifejezetten dekoratív, és az apáról is egyébként el lehet mondani, hogy egy markáns, sármos, jóképű fickó. Jó svádájú hapsi. Na most mire gondolsz elsőként? Ugye? Tehát arra gondolsz, hogy a feleséged megcsalt valószínűleg egy nagyon ronda kínai férfivel, nem? Tehát ez az első gondolatod, hogy a feleséged félrelépett. Igen. Ugye? Igen. Vagy előtte rettenetesen ember is borasztak, és ez lett a következmény. Na, most a történetnek nem ez a megoldása, mert hogy a feleség esküdözött, hogy nem lépett félre. Ugye ilyenkor van még egy végső lehetőséged, hogy csináltatsz egy DNS vizsgálatot, és hát ha megnyugszol, hogy jó van ez a két bűronda gyerek, aki még a sajátod is ott nézel, sírnak és rohadt rondák. De legalább okosak lesznek. Igen. Az talán nem a tiéd. Elvégezték, és kiderült, hogy az övé. Igen. Jó, tehát mind a két gyerek az övé. És a Pali továbbra se tudta, hogy mi a megoldás. Majd a nő vallott, és elmondta, hogy túl van rengeteg plasztikai műtéten. Igen. És elővette egy előtte képet. Jézus! Ami azért és megmutatta, gyereke. Hogy előtte így néztem ki, mielőtt te megismertél, és most így nézek ki, amikor belém szerettél. Hát gyerekek, szóval a ronda az jelen esetben nem túl kifejező. Hát megmatult a tükör. Tehát ahogy belenézett a tükör, ő megmarta a foncsort. Meg egy picikét a foncsort. Gyakorlatilag minden meg van rajta csináltatva. Egy hihetetlenül ronda nőt vett el, aki akkor már nem volt ronda, amikor elvette, de rengeteg plasztikai műtét után a nőből valahogy szép nőt csináltak, megcsinálták az orrát, visszavarták a fülét, nyitottak egy kicsit a szemén, kiegyenesítettek a száját, megcsinálták a szemöldökét, eltüntették a homlokát, hajat vartak be neki, és egy egészen helyes, modell arcú nőt csináltak belőle. Csinos. Hát és a gének domináltak ugye a történetnél, tehát hiába lett anyu már nagyon szép, és most ahogy ezzel a régi képpel összehasonlítom a gyerekek új képeit, hát már nem csodálkozom. Ugye anyu régi hát, képét, ha megnézem. Gyerekek, a két gyerek az bűronda. Tehát mondjuk ki, hogy a két gyerek az ronda. És szerintem igenis, ha neked van barátod, akkor téged a barátod megkérdez, hogy szép-e a gyereke, mondd ki, hogy nem. Aha. Ne hazudj neki. Így van. Ne hazudj neki, és mondd azt, hogy figyelj, nagyon helyes, remélem azért még egy kicsit szépülni fog. Ahogy mi is a barátaim, azunk, hogy legyek más szinte. Kimondjuk egymásnak, hogy aranyos, aranyos, hogy miről van szó. Még egy kicsit szépüljön azért az a gyerek, nem fog neki ártani. De hogy ez mennyire kemény? Nagyon kemény, bár ebben az esetben megnézve egyébként tényleg a gyerekeknek a képét, meg a szülőknek a képét, én azért ott a apuka környékén is elkezdenék kutakodni, mert hogy olyan szinten nem örökítette át a génjeit a gyerekekbe, hogy fennáll a gyanúja annak, hogy esetleg ő is. Mert a mama már volt az plasztikai beavatkozáson. Nem, a papa mondta, hogy ő nem. Egyszerűen a mama volt annyira ronda és erős génnek kell megáldva, hogy ezek az erős mert gének ezek átütöttek. Támadásba, hogy ne kelljen védekezni. Rögtön. Meg ugye a ronda gének előre akarnak törni, mert tudják, hogy ők vesztesek. Nem úgy akarnak. Nézd meg ezeket a kicsi, nagyon ronda, sunyien disznó vágott szemeket, ami van a nőnek, és nézd meg azt a két feltűnően ronda, nagyon csúnya gyereket. Ezek a gyerekek bűrondák. Aranyosak, persze, cuki, tiéd lenne, akkor nem ezt mondaná. Mondja, de apuka is azt mondja, tehát azért álljunk meg egy szóra, itt apuka is azt mondja, hogy ezek a gyerekek bűrondák. Ilyenkor mit csinálsz? Téged átvágtak. Neked hazudtak. A nő nem mondta el, hogy szépészeti beavatkozásokon vett részt, nem mondta el, hogy figyelj, hián, én egy baromi ronda nő vagyok alapján véve. Ugye? Uh-huh. Hát ezt illik valakinek tudni, akinek férje van. Nem? Nem nézték végig a régi fotókat. Azért így összejössz valakivel, egyszer-egyszer csak megnézed a régi életét. Na de ő annyit hogy lehet, hogy csak 22 éves korotól készültek rólad képek. Nem. Minden elégett egy nagy lakást. Nem, hát a nő pont azt csinálta, hogy a közepét vette ki. Tehát megmutatta magát gyerekkorban. Meg, aha, és meg megmutatta már magát, mit tudom én, amikor szép lett. Nem hiszem, hogy gyerekkorban megmutatta magát, mert a gyerekek is ugye, hát már egy egész zsenge korban. De ez nem abból tudsz jól kijönni. Nézd, itt van az 5 éves képen. Milyen ronda voltam, és hogy kinőttem magam, és egy darabig tudod a hapsit is altatni vele, hogy nézd meg, hogy kicsi is milyen csúnya, de hát itt van a kis ilyen, fúj, 23 éves. Hát mindegy. Sokan kérik tőlünk a cikket, csak a képet föl tudjuk tenni Facebookra, Laci, föltesszük, jó, meg lehet Instagramra is, nézzétek meg, hogy néz ki. Nekem egy fekete-fehér nyomtatott adásmenet van, én ott láttam, hát ott se szép, gondolom színesbe se szépül meg. Te megmondod a barátainak, vagy az ismerőségnek, hogy ronda a gyerek? Ha vagytok tényleg igazi barátság, és nem egy ilyen, gratulálok, jaj, de helyes. Nézd, hogy alig várjuk, hogy Janival, hogy behozd a képet. Én mutatok neked mindjárt.
Én ezért nem kérem, hogy mutasd meg. Nehogy kellemetlen szituációba keveredj. De nekem? Hát figyelj, hát én a Beninél is mondtam, így mentem be hozzá, hogy szép, szép, szép. Biztos az az enyém? Igen, hát akkor még szép. Ezt kaptuk, ezt visszük. Hát akkor szépüljön még egy kicsit. Te megmondod, Anna, ha ronda a gyerek? Nem mondod meg? Hát figyelj, de, de olyan barátnő, akivel 20 éve barátnő vagy. Nem mondod meg. Nem mondod meg. Hát annyira kellemetlen. Hát voltam ilyen szituáció, nem mondod meg. Nem mondod meg. Hát vörös volt a csaj is, meg az figyelj, de tök cuki volt, meg szeplős, meg nagyfülű, meg, de hát figyelj, nem mondod. De olyan ronda volt, mint a bűn. Hát rettenetes. De tényleg rettenetes. Próbálsz jó kijönni. De jó, hogy ekkora füle van, könnyebb lesz fölakasztani, száradni. De nem, jaj, de nem, hogy mondjam, tereled. Kis pumukli volt? Abszolút, és jaj, de cuki. Hát mennyire aranyos. Különleges. Aha. Ez Vöröszi már nem is lesz 30 év múlva. És itt tudod, próbálod győzködni. Milyen egyedi vonások. Azaz. Igen. És rendezett közben a vonásodat, mert látod, hogy sasolja az arcodat, és hát tényleg cuki, meg nem van akarod mindenet. Megbántani nyilván. Nem, igen. Meg az egészség a legfontosabb. Akkor van, baj, mikor a negyedik ember mondja azt a gyerekedről, hogy érdekes. Uh-huh. Igen. Olyan érdekes. Mi? Uh-huh. Akkor szerintem kezdhez gyanakodni. Vagy filoznak az iskolára, hogy nem baj, majd taníttatod. Jó, de abban már van azért egy kis áthallhatóság, hogy így mondja. Nyitván előtt az atomfizikus. Ti sem mondjátok meg? Nem mondjátok meg, nem? Csak megmondod, nem? De hogy mondod meg? Na most tessék, előveszel, én megmutatom. Most te játsszuk el, mutatok egy képet. Na. Csak kíváncsi, Csisába, tessék. Itt fekszik. Milyen képet akartok látni? Amikor jön ki, amikor már kim van és vetköztetik? Amikor jön ki? Azt mondjuk meg! Azt én megnézem! Nem látszik semmi, hát az orvos, ahogy veszi föl, le van terítve mindent. Nem. Jön be a Viki, te mondom, Viki beszélj! Nem olyan, tessék. Ott... Júj, milyen exkluzív most ebben a pillanatban, nem? Nem teszem föl sehova, nem teszünk föl sehova. Hát ez az, nem mutatja meg. Na tessék, ott fekszik. Kis Noel. Vikivel együtt, egy ilyen nagyon helyes anya, fia együtt, tessék. Hát a feje nagy, mondta Laci. Hát jó, de alul felül nagy. Na? Ha behoznál egy gyerekkori fotót, hogy ebből még ki lehet jönni, jó. Ugye az orvos tegnap háromszor visszakérdezett a szülés után. A Viki szép, rohadjál meg. A Viki gyönyörű, de ez nem rendése kérdés. Nagy szerencse, hogy a gyereknek fönn van a keze, és eltakarja ezt az orvát. Nem látszik semmi. Igen, nem akar, nem engedte, egy fotót. Tündér cuki gyerek, mit akar? Na most mit hazudtok, puhák vagytok? Nem, hát mondtam, hogy hála Istennek, hogy látszik. Na, Jani, benned bízom. Fél, nem akarom megnézni, most tettem. Nézd meg! Na, a Vikivel, ez egy közös kép már, ugye mindketten ruhában felöltözve. Ne a Vikire nagyíts rá, haló! Ne lapozzál, ne a szoptatós képeken nézd. Vannak. Mindketten ruhában, tudod? Fél, amit én látok belőle, az cuki. Egyébként cuki. Egyáltalán nincsen besárgulva. Én bevallom őszintén, hát a Virággal ellentétben, aki egy sárga csúcsfej volt, amikor megszületett, és semmi szép nem volt benne, ő hál' Istennek, aztán szépen formálódott, alakult, azóta se ízlél senki, hogy valami köze van hozzá az apjához, aki érted, én például nem is mondok senkire semmit, mert hát nálam mindenki szer. Nekem egy barátom mesélte, hogy az anyja elmesélte neki, hogy amikor a saját apja bement hozzá a kórház, és meglátta, hogy ez a gyerek olyan ronda, hogy nem visszük haza. Mondta ezt a saját gyerekéről a feleségére. Igen. És később a barátom anyja ezt elmesélte, hogy apát tudod, mit mondod, hogy olyan ronda vagy, hogy nem viszünk haza. A frissen szült anyádnak elmondja, hogy figyelj, Marika, hát olyan ronda ez a gyerek, hogy ezzel nem megyünk haza. Cserélni itt bent, akkor oldjuk meg. Ne, egy napos gyerekre nem lehet még mit mondani. Azért, majd hogy ilyen diplomatikus múlva behozod a képet, akkor majd dumálok. Igen, tudod, honnan tudod? Használják, hogy aranyos. Aha. Igen, mondom, aranyos. Ott érzed. Igen. Szerintem igen. Aranyos. Mindenki ezt mondta. Mindenki, semmelyikötök nem mondta, hogy szép, mindenki aranyos. Cuki, de még szép üljön. Cuki. Sokat nem lehet belőle látni. Milyen pici még. Oké, nézzük, igen, hát mekkora legyen. És ha majd arányosan nő, Jézusom. Atya Isten, mekkora fej lesz, igen. Jó, nézzük meg az élet azon területeit, tessék, amikor az ember hazudik, jó? Új barát-barátnő bemutatása, első gyermek megpillantása az ismerősödnél. Tehát mikor vannak azok a pillanatok, amikor neked diplomatikusan, kegyesen, nem is tudom, hogy fogalmazok, hazudnod kell. Vannak ezek az élethelyzetek, amikor te hazudsz. Hazudsz, mert nem akarod megbántani, hazudsz, mert hazudnod kell, vagy egyszerűen azért, mert jó érzésű vagy, és nem akarsz fájdalmat okozni, és nem vagy brutálisan őszinte. Csodálatos éjszaka volt. Hát ez a legalapabb. Csodálatos éjszaka volt. Neked is jó volt. Fú.
Hú, nagyon. Milyen ilyen élethelyzetek vannak egy gyereknél, amikor meglátod a gyerekét mondjuk, amikor esküvőre mész el és kérdezik el, hogy szép-e a mennyasszony, és a mennyasszony olyan ronda, hogy, tehát, hogy életedben nem láttál még ilyen ronda. Volt ilyen. De... Ugye, sok boldogságot. Jézus Isten, mondom. Hát te választottad. Sok boldogságot. De szereted? De nagyon de szereted? De legalább szereted. Jó, akkor sok boldogságot. Ja, Istenem. De gyereket nem terveztek, ugye? Ugye nem akartok szaporodni. Hát álljatok benne. Tudod, van az az élethelyzet, amikor mész, és egy távoli rokon, és jön a kis ara, és meglátod, és hát te nem tudod, hogy mit csináljál vele, és meg kell dicsérned. De mindenki de olyan virágot szakít, amilyet szak, vagy mindenki olyan virágot szakol, amilyet szakít. Igen. Atya úristen, igen. Egyébként nem csak a párkapcsolatok terén vannak ilyenek, tehát nekem volt konkrétan olyan élmény, amikor valaki beburkolta kívülről a házát, nem kis költség után, mert kifestette, és na, milyen lett? Igen, és tudod, hogy 20 évig ez lesz, igen. És hogy az egész utca örül neki. Igen. És mert ilyen szint még nem láttam. Igen. Jó, tehát nézzük meg az élet azon pillanatait, amikor hazudnod kell, leginkább azért, mert tényleg nem akarsz valakit megbántani. Ha kicsit gondolkozunk, 3-4 ilyen élethelyzetet mindenki össze tud szedni. Kikinek hazudott, mit kellett letagadni, és valójában mi volt az igazság, írjátok oda, hogy mindeközben pedig bűronda volt, jó? SMS számunk változatlan 06 745 0000, jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:48 pontosan, jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk, és arról beszélgetünk, hogy milyen olyan élethelyzetek vannak, amikor az embernek hazudni kell. Ugye egy kínai párról beszélgettünk, ahol a férfi beperelte a saját feleségét, mert egy ronda gyerekeket szült neki. Hm. És kiderült, hogy ez a nő, ez túlesett rengeteg plasztikai műtéten, és tényleg baromi ronda volt, viszont amikor a pacsi megismerte, akkor már szép lett. Vagy szép volt, és nem tudott a férfi a nő előzményeiről, hogy nézett ki, csak nem értette, hogy van egy szép felesége, ő is egyébként egészen jól néz ki, mint kínai férfi, és két bőronda gyerek született, miért? DNS vizsgálat, megcsalással megvádolás mindenen túl voltak, majd a nő ugye töredelmesen bevallotta, hogy hát bizony, ő nem mindig nézett ki, így felraktuk a képeket a Facebookra, hát valóban nem egy ennivaló szépség. Tehát ha láthatok már ronda kínai nőt, akkor ő az. Tényleg. Baromi ronda. Szerintem egyébként a férfi reakciójában azért az is benne volt, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül éltek úgy egymás mellett, hogy a nőnek itt volt ez a szerintem elég jelentős momentum az életében, igen, amiről ő nem tudott. Tehát nem volt őszinte vele. Kicsim, el kell mondanom, én ronda vagyok. Azért ezt nehéz elmondani, de hogy vagy, kicsim, ide ronda vagyok. De gyönyörű vagy, hát látom. Ez csak az a durvább, amikor megtalálsz a budjai között tényleg egy régi fotót, ahol ugye ott van a család, és ott veszed észre. Jézusom, úristen, ki ez? És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk SMS-eket, amikor is ugye olyan élethelyzeteket éltek át, amikor hazudni kell. Például valaki megkérdezi a bemutatásnál, hogy tetszik az új barátnőm, ő lesz a feleségem, be akarom neked mutatni, szerinted szép. Uh-huh. Vagy amikor... Mikor ér ide? Ő az. Gyereket mész látogatni a kórházba, és rájössz, hogy a gyerek nem úgy néz ki, mint ahogy vártad. Vagy például én nagyon szeretem, az is egy élethelyzet, amikor valaki behoz valamit egy munkahelyre, és neked meg kell kóstolni. Ember nem hazudik annyit, szerintem. Ha legyünk őszinték, hogy amikor valaki behoz valamit, és nem akarod megbántani, és... Akkor miért nem mondjátok meg? Mert nem akarod, mert nem akarod megbántani. A tegnapi tegnapi tortáról. A dolgokból, amiket behozol, de azért van, mert mindig hozok magam, és nem szeretném kidobni. Na, de nem kell, azt kell mondani, figyelj, nem jó. Nem jó mondod meg, nem ilyen az ember. Szerintem nem így vagy kódolva. Szóval, hogy azt mondod, hogy finom, egyet eszel, kimész, alig várod, hogy kiköphess, nem akarod megmondani. Sütötte, készült rá, dolgozott vele, most megmondod, hogy figyelj, sose ettem. Tehát, hogy ezt azért nyilván nem teszed meg, nem akarod megbántani, nem? Csak amikor legközelebb kínál, már tudod, hogy... De utólag lehet vallani? Karolina. Karolina, amiket te behoztál nekünk régen. Szóval, igen, amikor azt mondtam múltkor, jó múltkor, amikor még itt voltál, köztünk voltál, együtt dolgoztunk, hogy később megeszem, ez nem volt igaz. úgy kidobtad, mint a húzat. Na nézzük, mit írtak hallgatóink, hogy kinek milyen olyan élethelyzet volt, amikor hazudni kellett. Ilyeneken mindenki átesik. Tehát ez egy abszolút örökérvényű dolog. Mindenkinek vannak olyan élethelyzetek, amikor hazudni kell. 25. születésnapomra előztem, micsoda, a barátom, vagy elhozta valószínű, a barátom bemutatni az új barátnőjét, megtörtént a bemutatás, kicsit iszogattunk, aztán félrehívott a barátom, és félve tette fel a kérdést. Szerinted gáz?
Ha már így kell. Igen, már volt egy sejtés. Igen, annyit tudtam neki válaszolni, amíg nem nekem kell vele aludnom, addig nem. Ezt Pisti küldte nekünk. A kollégám családi fotóját látva kérdeztem meg, hogy ez az anyósod? Kiderült, hogy a felesége volt a képen. Magyarázkodhattam, hogy nem éles a kép. Hogy hát itt is az ember próbál hazudni, igen. Én a nővéremnek hazudtam gyerekkorunkban, hogy nem dagadt. Pedig az volt. Különben egész nap hallgathattam volna, hogy én Ropi vagyok. Már összeszedtem magam, de ő még mindig dagadt. Szép család, nem náluk is jól lehet a karácsony. Két hetes babalátogatásnál, a barátomnál az első kérdésem az volt, a NASA érdeklődött már? Jó. Ez Zsolt küldte nekünk. Fogalett túlélője. Igen. Öcsém bemutatta a barátnőjét, mire nagyapám megszólalt. Hát valahol neked is el kell kezdeni. Az. Na most várj, képzeld el az öcsét, de képzeld el a lányt. A lányt, igen. Amikor a nagypapa ezt így benyomja. Hát valahol neked is el kell kezdeni. Szép. Nagyon könnyörtelen a nagypapa, neki már nem volt veszteni valója. Igen. Második fiam születésénél egy hétig bőgtem, és minden látogatásnál azt hitték azért, mert betegen született, pedig azért bőgtem, mert nagyon csúnya volt. Írja nekünk ezt a gyanyuka. Bírom, hogy ennyire őszinte. Amikor a gyökér harmadszor megy nyaralni, és mutogatja a képeit, na akkor kell hazudnom, írja Péter. Ugye? Ez is érdekes, hogy kit érdekel. Ha megmutatod egyszer, az rendben van, de ötödször már ki akarja megnézni. Első ebéd anyóséknál. Hát ez a pörkölt kiváló lett. Zoli írta nekünk. Ugye a kajánál a hazudás, ez szintén azért nagyon megy. Nekem a csajok szokták mondani, hogy nagyon szerethető pasi vagyok, kínosan mosolygok és megköszönöm, de tudom, hogy ez azt jelenti, rendes srác vagy, de egy ujjal se nyúlnék hozzád. De szép. Sanyi ezt küldte nekünk. Amikor elsőre megmutatták a fiamat, megijedtem tőle, és depressziós lettem. Ezt Karesz küldte nekünk. Azért az. Tehát amikor a kezedbe adják a saját gyereket, és jaj, Istenem. Igen. Anyukám minden születésnapomon elmesélni, hogy mikor megszülettem, sírva mondta a dokinak és a rokonoknak, hogyha ilyen ronda, legalább fiú lenne. Azért az is nagyon szép, igen. Igen. Na jó van, szóval hát igen, ilyen SMS-ek jöttek. Van az az élethelyzet, amikor hazudni kell. Na, lényeg, szép a gyerek, én jól így főzök. Van, ugyanakkor meg csecsemőkorban még lehet azt mondani, hogy majd elmúlik, vagy majd kinövi, de tudod, amikor már így... Idősebbkorban hallod ugyanezt, akkor majd elmúlik. Hát velem együtt. Elmész a gyereket fellépésére, iszonyatosan hamisan énekel vagy zenél, aztán megkérdezi, anya, ügyes voltam? Hát ügyesnek ügyes voltál, drágám. Igen. Csak hát... Nem folytatod. Igen. Ügyesnek ügyes volt, nem volt tiszta az ének, de majd kiforja magát. Persze, ügyes billentyűs lennél, csak énekelsz. Igen. Vendégségben mondd el mindig, ha rossz a kaja és nem ízlik, mert ha megdicséred, legközelebb ugyanolyan rosszal válnak. Egyébként ez egy jó életfelfogás. Tehát inkább bánts meg ott mindenkit. És aztán a következőre, de amúgy nem lesz következő, tehát nem hívnak meg még egyszer. Onnan fogod tudni, hogy javult valami. Olyan jó lenne egyébként, ez egy őszintén világ lenne, és megmondhatnád, hogy ronda a gyerek, megmondhatnád, hogy főzöl, megmondhatnád, hogy szörnyű a hajad, nem? Hm. És nem lenne még ez a neurotikus megsértődés, mindenki mindig mindenre megsértődik. Őszintén el tudnád mondani. Na, nem? Kezdte, tessék, mondjad. Nos, nem egymással, bármi. Tehát a szénség relatív. Nem, gyerek, bármit. Nem, azt így el tudnád mondani. Nem lenne, ez mindig mindenki megsértődik mindenen. Ez itt tök jó világ. Na, persze, mert beleteszed szíved, lelked egyértelmű, mint egy vacsorába, meghívod a barátaidat, igen, kitakarítod tudod, a lakást, bevásárolsz, megfőzöl, és akkor, hát persze, hogy megsértődsz, hát, legalább lehet, a munkád becsülje, amit beleteszel. Igen, hogy abban a pillanatban tényleg nem tudhatod, hogy mennyit bele. Lehet, hogy az volt a maximum, amit tőle telt, és az meg respektálni kell. Hogy az jó. Akkor azért is hoztam egyszer-kétszer dolgokat, amiket te főztél, meg próbáltál. Na, hát én ezzel nem nyúzlak benneteket. Hát, ha jó, hát, jó, ennek köszönöm egyszer szépen. Volt. Én nem. Azért ez egy közösség érte, nem kell itt bomlasztani. Igen. Na jó, van Óven bácsival és Beru nénivel játszunk már is. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mint dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Na, egy őszinte óra. Most 8-tól 9-ig. Őszinte óra, tartsunk egy ilyet? Nekem nem esik nehezemre, én azért szerintem egész évben elég őszintén tolom a dolgot, tehát volt is belőle egy pár cikk, hogy kiről mit gondolok. Dalokról, hírekről, hallgatókról. Na? De akkor a hallgató is mondhat rólunk. Igen. Benne, én tudod, hogy
sírni na? Fogunk a végén, csak mondom. Én tudod, hogy én ebbe, nekem ezzel nem okozol az egyik kívást. Legjobb óránk lesz szerintem. Azon bármelyikünknél a legőszintébben tudok bárkiről bármit úgy elmondani, hogy semmiféle lelkismereti kérdést nem okoz. Halló, jó reggelt! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia Balázs, szia Feri, szia Jani, Kata vagyok. Szia Kata! Hello. Hello. Kata, Kata, honnan hívsz minket? Karcagról. Karcagról. Hello. Hello, sziasztok! Balázs, gratulálni szeretnék a kis Noel születéséhez nektek. Köszönöm. Aranyos, hogy mit csinálsz Karcagon? Nekem van egy kis saját vállalkozásom, és én itt néptáncruhákat készítek, táskákat varrok, és van egy kis kreatív része az üzletemnek. Hm, ez jó. Ez egyedül dolgozok. Igen, igen. Jó van. Na, de most őszintén, ha most tényleg őszintén kellett volna ezt elmondani, amit elmondtál. Balázs gyerekének a születés nem érdekel, az ötleteidet az internetről nyúlod le. Na, most, igen, de most tényleg őszintén. Nyereményvadász vagy, és igen. És nyereményvadász, és nem is hallgatsz minket. Most nézted meg valahol a neten a honlapunk, hogy nem, hogy nem, tegnap figyeltem. Nem, tegnap figyeltem, nyomon követtem. Nyomon követted az eseményeket? Jó van. De hát nem a szülőszobában nyilván, de nyomon követtem, így van. Már gyúrunk az őszinteségi órára, ami 8-9 éves. Jó van, mutatjuk, mit csinál Lóven bácsi Berulini, figyelj. Okay. Na, Luke-nak testére született. Igen, elsírt. Na figyelj, mutatjuk az éneket. Igen. Ez a felkelő napházam. Az biztos nem. Nem az, nem az, nem az. Nem a felkelő. Az nem. De klasszikus ez is. Igen, most az még otthonodról egyszer mondtál egy vélemény, de ez nem az a szám. Kérhetni még egyszer? Persze, figyelj. Ez pedig valamelyik filmnek a zenéje, nem? És nem magyar előadó. Ah, nagyon jó. Nem magyar, de viszont nehéz szerintem. Szóval, nem hogy... Csoda. Na, hát az előadó. Hát persze, egész héten körül volt. Mondjad a dal címét, azért is jár a jándék. Hát járna, hogyha meg tudnám mondani nektek. Ja, az is nehéz. Tehát ez tipikus az a dal, minden fülébe benne, mindenki fülébe ja benne van. De maradj már csendbe. Ne zavar. Nyugodtan beszéljetek. De a csend az neked sokat segítene. Úgysem tudom. A csend szóval akar a Feri segíteni. Nem tudom, tehát abszolút megvan a zene. Igen, hallgass meg még egyszer, figyelj. Oké. Okay. Hát, ahogy úszik a folyó, igen. Nem tudom megmondani a címét, sem az előadót. Ahogy úszik a folyó, az... Hát a magyar vált fordítás, mert én úgy tudom, hogy valami ilyesmi fordítása van. Ha neki, azt megkeressük. Oké, okay, keressétek. Tehát valami ilyesmi van benne. Ezt is felénekelte valaki magyarul. Szerintem igen. Na, mutatjuk. Nem tudom, mutasd. Hosszabbat, jó? Nem fog menni szerintem. Nem ugye tudom megmondani. És ez a része volt az, ami nekem igen a folyónak rémlik. Na mutatjuk, jó? Figyelj, ez lett valószínűleg, tudod, ugyanez lesz egyébként eredeti, bemutathatjuk. Tette. Jó kis dal. Nagyon jó. Simon and Garfunkel. Ők az előadók. Igen. Sound of Silence. Igen. De hát... Igen. Hát a zene az jobban megvan, mint az előadó. Igen. Nem baj. Szép kis dal. Kata, hát ezért most nem tudunk neked ajándékcsomagot adni, ez nehéz örülök, volt. Nem örülök, hogy játszottam veletek. Mi is örülünk. Boldog ünnepeket neked, csáó. Köszönöm, viszont kívánom. Szia. Köszönjük. Sziasztok, hello. Hello. 10-ből 8 ember tudja a dallamot, és 10-ből 8 nem biztos, hogy rávágja az előadót, nem? Tehát egy olyan. Bizony, de meg fogsz lepődni csendhangjai magyarul Sólyom Tamás és Schilling Tibor előadásában. Azt mindenik. Veszem neked karácsonyra. Vigyük el a balhét, gondolták, és megcsinálták. Ezt nem vállalom be egyedül. Igen, hallom, ezt megcsinálták. Miért kell az ilyen dalokhoz hozzányúlni magyarul? Ilyen sose értettem. Értjük angolul, azért. De mi, akik nem beszélünk angolul, szeretnénk tudni, hogy miről szól a dal. A legtöbb dalnál nem tudod, hogy miről szól, és szereted. Mert megérint. Miért kell ezeket a dalokat bántani? Sose értettem, hogy nagy világsikerekből miért kell magyarul felszörnyülködni valakinek ezt, nem? Mint a November Rain, meg a Simon & Garfunkel, meg bármelyiket. Miért jó az? Mert ez nem elég, hogy a dallam a szép, meg a mit, hanem hogy tudni akarod a szöveget, akarod énekelni. Szerintem ez bűncselekmény. Hát mások se fordítgatják le a magyar nyelvű szövegeket, nem? Há, igen. Van ilyen? Van egyébként olyan magyar nyelvű dal, ami eredetileg magyar nyelvű, amit biztos lefordítottak? Nem tudom. Na jó, van 3 perc, pontosan 7 óra jönnek, nem, az már elmúlt, jönnek a legfrissebb hírek, jó? Utána pedig jövünk mi is vissza, 8 óra lesz, 3 perc múlva jövünk a hírek után.
csap felett habzik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello! Hello! Jó reggelt! Hello! Gyerekek, mindenki túl lassan a céges bulikon, céges karácsonyi partik. Aki eljutott odáig. Akinek van. Aki eljutott odáig, mert én tegnap nem jutottam el egy nagyon jóra, és ezt nagyon sajnálom, mert pont a celebnek volt egy ilyen kis céges bulia. Én nem céges bulia, hanem a celeb stábnak volt tegnap este sajnos. És a celebek is mehettek ilyenkor? Ilyenkor mindenkit meghívunk, persze, jó. Akik ott voltak, akik forgattak, akik voltak. Dolgoztak, akik szerepeltek, persze egy elég nagy. Volt, akivel beszélgettem is. Ne csináld! De, tényleg, nem milyen nem emberi, emberi vagy, ekkora sztár vagy, és mégis milyen emberi vagy. Igen, volt, akivel beszélgettél is. Döbbenet. Igen. Nem, ők voltak emberiek nagyon, hogy beszélgettek vele, miközben már nem volt tétje nagyon a dolognak. Nem kellett már puncsol? Igen, már nem tudtunk rájuk mit mondani. Szóval, hogy túl a céges bulikom. Na, gyerekek, mielőtt viszont belevágnánk a témánkba, ugye tegnap 9 óra után vendégünk volt Koko, és most egy ilyen kollektív küldést csinálunk, hát ha még egy kicsit meg tudjuk dobni ezt az adományvonalat. Jó, van ugye az Ökumenikus Egész Szervezet, úgyhogy mindenki kezdje el megtalálni a mobiltelefonját, mert egy ilyen nagy kollektív egyszerre küldünk. Segítségnyújtást szeretnénk csinálni. Ugye talán sokan szenvednek attól, vagy hát nem is biztos, hogy a szenvedés a jó szó, de gondolkoznak azon, hogy kinek küldjenek, hova segítsenek, hova küldjenek egy kis pénzt. És hát most itt a lehetőség. Egyrészt, hogy az ember segítsen, kettő, hogy talán a felébredő vagy megébredő lelkiismeretén egy kicsit könnyítsen, ha valaki talán még ebben az évben nem segített. Ugye van az Ökumenikus Segélyszervezet, tegnap Koko itt volt 9 után, ők létrehoztak egy telefonszámot, egy SMS számot, ezt hívni is lehet, ide SMS-t is lehet küldeni, ez a 1353. És hát itt rengeteg mindenről van szó, elég széles az a spektrum, ahol az Ökumenikus Segélyszervezet segít. Talán mondhatni, hogy mára egyébként ez az ünnepi megmozdulás az Magyarország legnagyobb úgynevezett ünnepi összefogásává vált. És ugye a segélyszervezet az nem csak ünnepekkor segít, hanem egész évben. Mi azonban minden évben az év végén tartunk egy ilyen nagy Morning Show-s Klassz FM-es gyűjtést nekik, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egyetlen hívással, telefonnal, SMS-sel az ember 250 forintot ad a segélyszervezetnek, ami hát bármennyire is furán hangzik, de valakinek akár egy tál ételt is jelentett. Gyerekeken is segíthettek, felnőtteken is segíthettek, és hát ez jó esély arra, hogy sok embernek egy kicsit könnyebb legyen a karácsonya. Mert hogy 24-én az embernek az egy megszokott dolog, hogy együtt a család leül az ünnepi asztalhoz, a megterített asztalhoz, és együtt van mindenkivel, akit szeret, viszont azért sok embernek nem adatik meg, ugye? Nem. Na, én igen. Közben küldöttem az SMS-eket, jó, gyerekek, minden, amit még, dumáltatok. Még, addig már küldtél, én jó. Már küldtem alatta, és ugye, amit nagyon fontos elmondani, hogy a Kokóval itt tegnap beszélgettünk hosszú ideig, és megpróbáltuk az egészet átnézni, igen. Tehát az egész szervezetet, és sok az nagyon fontos, sok kérdés nem marad, de az nagyon fontos, hogy most a karácsony közeleg, és te is ugye arról beszéltél, hogy a karácsony az, ami nagyon fontos, hogy ők nem csak karácsonyra koncentrálnak egész évben, létezik ez a szám, és hogyha most annyi pénz összegyűlik, amennyit mi is, meg ti is, meg mindenki szeretne, akkor ebből még jövőre is jut. Tehát, hogy tényleg fontos a dolog. Az ételosztás az folyamatosan zajlik. Most karácsony előttük minden nap kint vannak egyébként a helyszínen, és akkor ott több ezer embert lakatnak jól. Karácsonyra egy csomó ember kapni fog olyan ajándékot, amire nem számított, és amit talán nem is tudna megvenni, és itt nem kell nagy dologra gondolni, csak egy pár cipőre például, amire bizonyám, ezek apró dolgok. Nekünk így van. Ahogy te is mondod, viszont én sok van. Embernek nagy segítség. Jó? Úgyhogy tessék megfogni a telefonokat, beírni a címzetbe a 1353-at. Az a legegyszerűbb, ha az SMS-t csináljuk igazából hívni, és bárki tudja, de akkor egy kicsit várni kell. És az üzenetbe nem is kell nagyon beírni semmit. Valakinek a telefonja csak úgy küldi el az üzenetet, ha valamit beírtok, akkor oda lehet egy pöttyöt, egy felkiáltó jelet, bármit beírni. Dallert, egy dollár jelet, tudod, ez az S betű. Azért, mert az most 200, mennyi a dollár? 200 valamennyi, majdnem 250 forint, érted? Hogy egy dollárt elküldesz, az 250 forint. Te okos, Isten, te tetszik, okos. Te okos. Hát, akkor én majd egy font jelet küldök el, mert az a sokkal jobban jár. Nem járna, akkor kettőt küldjél, két fontot.
Igen. Eurót írok, mert azzal viszont most 314-et. 314-et küldök, és nem 250-et. Na, beírtam mindenki, hogy 1353. Jó, drága hallgatók, tegyétek meg ti is, hogy kezetekbe fogjátok a telefonotokat. Jó, mindenki beírta, hogy címzett 1353. Számoljuk egy felkiáltójelet. 3-2-1, és akkor? Számolj vissza, és akkor egyszerre tényleg mindenkit arra kérünk, hogy egy nagy küldés legyen, ezt megcsináljuk még 9 óra után egyszer, és 9 óra 50-kor még egyszer. Nem lesz SMS torlódás, ha ennyien küldünk egyszer? Hát, de majd szakítanak egy sorszámot az SMS-ek, és akkor beállnak szépen a sorba, és jelentkeznek az Ökumenikus Segélyszervezet számláján, hogy megérkeztek, ők is szeretnének landolni, vagy becsekkolni. 1353, egy jel, amit akarsz, 3. Felkiáltója. Most beszólt, beírtad? Három. Na, három, ne írd be, hogy három, már csak ez a visszaszámlás. 3, 2, 1, küldés! Tessék. Na, elküldtük gyerekek. Nekem már jött is válasz. Köszönjük, hogy adománya van, támogatta az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját, tevékenységünkről részleteket a segélyszervezet.hu. Nekem is megérkezett. Mint ahogy egyébként hívásnál is rögtön jön, az a kis köszönő üzenet. Sajnos nagyon sokan kérdezik, hogy külföldről hívható-e a szám. Nem. Úgyhogy másképp kell megoldani, de az adományozás különböző formáiról tájékozódhatok még egyszer mondjuk a segélyszervezet.hu oldalon. Külföldről megbízhatod a haverodat, hogy küldjön el 4 SMS-t, és amikor legközebb hazajössz, akkor kezébe nyomsz 1000-est. Ha? Az is jó. Miért? Az is jó. Szerintem ez korrekt. Igen. Na, tényleg köszönjük mindenkinek, aki segített. Még 9 óra után 2 ilyen közös nyomást csinálunk, és akkor hétfőn mondjuk, hogy mennyit sikerült összegyűjteni. Jó, na, azt mondja, hogy M1-es Budapest felé gigadugó, körülbelül a 28-as kilométerig lezárás plusz az M0-ást is érinti már. Aztán M1-es Budapest felé a 71-es kilométernél baleset. Ez, igen, lehet, hogy ugyanaz egyébként. 1 kilométeres torlódás Berbon küldte nekünk. 3-as Golf a belső sávban, egészen pontosan ő az, aki kicsit feltartja a forgalmat. Balatonbogláron a 7-es főúton karambol, a rendőrök már helyszínelnek, dugó van. Ezt Timi küldte nekünk, köszönjük szépen. És hát igen, most jelen pillanatban ennyi. Na, nagyon sokan írják, hogy gyerekek, én is küldtem veletek együtt, jó érzés, hogy picit segíteni, ha más nem, legalább ennyit tegyen meg az ember, 250 forintot mindenki kibír, főleg akinek mobiltelefonja és előfizetése van, írta ezt nekünk Gábor. Ez valóban így van, hát az embernek egyszer megterhelik a számláját, 250 forint nem tűnik soknak, de sokszor 250 forint az nagy-nagy segítség. 1353, valaki elküldte nekünk, helyesek vagytok, ketten ez minden órában megjön. Igen, köszönjük szépen. Majd akkor küldünk még egyet a 1353-ra mi, és úgy veszük, hogy azt ti oda akartátok küldeni, mi kevésbé tudunk ezzel a dologgal mit csinálni, úgyhogy ne nekünk küldjétek, jó? Hanem a 1353-ra. Lehet, hogy nem hangsúlyoztuk. Küldjétek el a mi SMS számunkat a 13. Semmi plusz információt. Jó, csak összezavarjuk őket, nem. 1353-at hívjátok, vagy küldjetek rá bármit. Igen. Én szegény vagyok, de küldtem, írja valaki. Hello, hello, hello! Hiba van a köszönő üzenetben. Tényleg? És egyébként igen, de... Tényleg? Azt nem vettem észre. Van egy helyesírás hiba? Betűke kimaradt. Na jó! Gyerekek, én az a baj, hogy szexiás vagyok, és diszgráfiás ügyhügy. Ez tevékenységünk grill. Nem tevékenységünkről a részleteket, hanem tevékenységünkről. Gyerekek, nekem a tevékenység szó nincs is benne a köszönetben. Akkor az nagy baj. Te hova küldted? Meséljél csak kicsit. Bővebb információért, nekem az van. Aha, akkor azt már javították. Akkor azt már javították. Jó, ennyi. Ez de valaki hogy kiszúrta? Igen, igen. De hát ez a legnagyobb akkor is előfordul. És nekik lehet, hogy nincs külön titkárságuk sem erre. Meg lehet, hogy ezt nem ő fog, nem ők írják, hanem a szolgáltató. Pláne. Mert hogy különböző jön, érted? Megvan. Megvan a de melyik szolgáltatónál vagy? 20-as, 30-as, 70-es? Én a 20-as vagyok, az a baj. Akkor az a baj, mert én meg 30-as, akkor a 30-asnál rontották el, a 20-asnál jól írták. Igen. Na, köszönjük szépen mindenkinek, aki küldött. Gyerekek, vége van, úgyhogy a német biztosító, illetve ilyenkor mindenki összegez, a YouTube kiadja, hogy mire kerestek rá a legtöbben, a Google kiadja, hogy Magyarországon ki az a szerencsés, akire a legtöbben kerestek, hogyan lehet bombát készíteni, hogyan kell karácsonyfát díszíteni. És ez hiteles, hiszen például Kínában még mindig maóra keresnek rá. Így van. A legtöbben, aki mutatások szerint. Igen, melyik pornosztára kerestek rá a legtöbben, tehát ilyenkor a nagy összesítések vannak, és idén úgy döntött egy német biztosító, hogy nyilvánossá teszi a kárfelvételi jegyzőkönyveit, és elmondja, hogy az autósok miket írtak be, mint kifogás, hogy miért szenvedtek balesetet. Ők ezt nem szokták csinálni, de idén télen, évvégén azt mondták, hogy kicsit nevessenek azok is, akik egyébként egész évben becsületesek,
Mire hivatkoznak az autósok? Miért szenvedtek balesetet, vagy miért okoztak balesetet? Hát nem tudom, hogy magyar biztosítók csinálnak ilyet? Egyébként nem nagyon szokták elmondani. Nem adják. Egy vagy kettő kering az interneten, az parádés, az zseniális. Tehát ami magyar, ahogy leírják az egész történést, sírsz, besírsz, de gondolom, hogy a német biztosítónál is van ilyen. Mi szerintem nem adunk ilyen összegzést már magyarok. Kár egyébként, kár, hogy nincs belőle két változat rögtön, tehát hogy az, amire a legtöbbet hivatkoznak, illetve amit be is nyalnak. De elfogadnak, mert mindenki igen. azt írná. Igen. Igen. Szenzációs dolgokat írnak. Próbáljuk elemezni, hogy hogy történhetett maga a baleset, amikor ez történt. Azt írja egy német, már ebbe a kárfelvételi jegyzőkönyvbe, hogy azért okozott balesetet, mert a következő történt. Lehúzottam az út szélére, megláttam az anyósomat, és neki mentem a vasúti töltésnek. Ebben egyébként még lehet ráció, nem? Hát, tehát annyira meglepődsz a saját anyósodon, hogy elgázolod a vasúti töltést. Mama, mit keres itt? Ez egyébként lehet jó, igen. Nem, én ezt úgy írtam volna, meg megláttam az anyósomat, ráhúztam a kormányt, igen, az nem hogy, ott volt a vasúti sík. Lehúzottam, hogy el tudjam csapni. Igen. Hogy elkerüljem az autóm első lökhárítójának sérülését, elütöttem egy gyalogost. Ezt tényleg beírták. De várj, úgy akkor hogy, mit sérül? Hát ugye motorháztetőt sérül lehet. Hogy akkor mit akart elkerülni? Hát vagy driftelve oldalt viszed el a gyalogost. Vagy driftelve oldalt vitték el a gyalogost, igen. Egyébként ez jó. A baleset közvetett okozója egy kis csávó volt egy kis autóban nagy szájjal. Írta valaki, ezt nem tudom hova tenni. Gondolom, ilyen beszólogatós és kisebb volt az autója, mint a tied. Beszólt. Igen. Hazaérve tévedésből egy másik telek kapuján hajtottam be, és nekimentem egy fának, amelyhez fogható az én telkemen nincsen. De még el is magyarázza, hogy az mennyire? Például az lett volna jó, hogy mindig rutinból térek haza. Megnyomom a távirányítóját a kapumnak, nem látom, de tudom, hogy nyílik, és beállok. Igen ám, de a szomszédba akartam beállni, az ő kapuja az én távirányítómmal nem nyílik. Igen. Én például azt itt ezt írtam volna. Igen. Az egyébként jogos. Nagy sebességgel közlekedett felém egy telefonpózna. Én ki akartam térni az útjából, ezért ide-oda rángattam a kormányt, de neki mégis sikerült eltalálnia a hűtőmet. Ő mennyire be volt állva? Orrul elém ugrott. Ő mennyire be lehetett állva? A fickó mindenütt ott volt, és sehol sem. Többször is kanyarodnom kellett, mielőtt elütött. Többször is ott volt, és sehol sem. Többször is kanyarodnom kellett, mielőtt elütöttem. Tehát ő kvázi tulajdonképpen a gyalogosra akarja ráverni a balhét, hogy ő miatta ütötte el. Igen. Nem? Tehát elkezdesz kanyarogni, mert ott van, de nincs. És amikor az utolsó, akkor eléd ugrik? Vagy hogy? Egyszer csak eltűnt, aztán hip-hop, megint ott volt újra. Igen. Hirtelen jobbról a járdáról lelépett elém egy gyalogos, majd szó nélkül eltűnt az autóm alatt. Még nem is szólt semmit. Szenzációsak. Ezeket vajon a német biztosítók egyébként benyalják? De. Ezek szerint, mert ugye ezek már a kifizetett károk. Vagy nem mondtad? Azt nem tudom, hogy ezeket kifizették-e. Igen. Igen. Beleütköztem egy álló teherautóba, amely a másik irányból jött. Azért, egy mondatban se tudod leírni tulajdonképpen, hogy mi történt, igen. 40 éve vezetek, egyszer alszom el a kormánynál, egyből neki megyek valaminek. Na, évek igen. óta vezetek, tisztelt biztosító, egyszer azt. Alszom el, azt nézd azt meg. Mi lesz belőle? Igen. Következő, a kamion a szélvédőn át a feleségem arcába tolatott. Ott mi történt? Hát előtted mented, ráadásul. És nem fékeztél valószínűleg, nem? És ő belement hátulról a kamionba. Tolatott. Igen. A rendőröknek először azt mondtam, hogy nem sebesültem meg. Aha. Ugye kérdezik a kárfelvétel, majd megvilágosodott, hogy jó lenne valamit beleírni, hát a többet fizet a biztosító, de amikor levettem a kalapomat, észrevettem, hogy koponyatörésem van. De mi addig a kalap fogta össze? Kérdezték, hogy figyelj, beírtál valamit? Hát úgy jobban fizet a biztosító. Semmi. Nem írtál be semmit? Levette a kalapot, és megvakarja felé. De hülye vagy. Jaj. Hát akkor írd be, hogy koponyasérülésed volt, és emberünk beírta. Szenzációs. A lámpás kereszteződésénél váratlanul színvaksági rohamot kaptam. És nem láttad, hogy melyik a pia, hogy ez mindig fölül van? Tényleg, mi van, akkor megbüntet a rendőr, és azt mondja, színvak kap? Ők hogy bizonyítják be, hogy te nem vagy az? Tehát szerintem abból... Kell, hogy papírod legyen róla, igen, nem? Igen, egyrészt, másrészt meg azért színvaként tudsz vezetni, mert a felső a piros.
Igen. Ugye? Tehát, igen. Ha a felső világít, akkor nem szabad átmenni. Na, hát ezek egyébként szenzációsak. Felhívjuk a mi drága Petinket, akivel sokszor beszéltünk egész évben, hogy mondja el, hogy magyar emberek miket írtak már be. Hát, ha emlékszik egy-két valójában konkrét esetre, hogy próbáltak a magyar emberek, hát azt nem mondom, hogy csalni, de lehet talán ez a jó szó, nem? Mm-hmm. Hogy átvágni, vagy megvezetni a biztosítókat. Pénzhez jutni. Igen, pénzhez jutni tulajdonképpen. Egyébként nem is biztos, hogy megvezetés van. Nyilván itt, amiket most felolvastam. Hogy ő így érte meg tényleg igen, a dolgot? Hogy ő tényleg így érte meg, hogy elé ugrott a kamion. Igen. Vagy a villanypózba. Tehát lehet, hogy ő tényleg... A feleségének az arcába tolatott. Igen, hogy ő tökre így emlékszik. Tudod, hogy ő nem hibás. Tehát Hogy megérkezett a villanypózna. Igen, igen. Itt van Peti. Hello, Peti, jó reggelt kívánunk. Hello. Na hát ugye te nem közvetlenül egy biztosítónál dolgozol, hanem egy Alkusz cégnél, ugye jól mondom, de talán mégis emlékszel olyan dolgokra, vagy konkrét esetekre, amikor hát járművezetők akarták megvezetni a biztosítókat. Igen, mi abban vagyunk könnyebb helyzetben, hogy minden biztosító problémája is befut hozzánk, úgyhogy sokkal többet tudunk, meg hallunk néha, mint egy biztos tonál elcsapódik. Én ezt így két kategóriában szállítom, igen, nálunk is vannak ilyenek, nálunk is előfordulnak, és vannak olyanok, akik ugye szeretnék megmagyarázni, hogy miért úgy történt, vagy miért nem úgy történt a káresemény. Tehát vannak olyanok, akik kifejezetten tanácsot is kérnek ahhoz, hogy hogyan kellene esetleg még jobban feltupírozni ezt a kárt. Én ebből itt összegyűjtögettem. Már hogy tőletek kérnek tanácsokat, hogy tudnak még több pénzt kihúzni a biztosítóból? Igen, ugye általában legközelebb balázs esetekből is adódnak, hogy írják ezeket a kárbejelentőket, és valószínűleg elakadnak ennek a megfogalmazásánál, és akkor már itt ugye baleset hevében beleszövik a saját gondolataikat is, és úgy véletlenül teszik fel a kérdést a biztosító számára, hogy az már egy kicsit átlátszó lesz. Tehát például itt ugye tanácsot kérnek a biztosítótól, találtam egyszer egy olyat, hogy a házunkba a már régi előregedett szigetelés miatt befolyt az esővíz. Van lakásbiztosításunk, és többen azt javasolták, hogy a szellőztetés miatt nyitva, hogy a beázásra panaszkodjunk inkább. Önök melyiket tanácsolnak? Óriási, melyik fizet többet? Csak nem ezt kérdezte. Őszinte, legalább. Ilyenkor ti mit mondtok egyébként? Segítettek, vagy elmondjátok, hogy nem túl célszerű átvágni a biztosítót? Hát mivel az MNB-nél folyamatosan ellenőrzik a weboldalunkon a válaszokat, azért gondolatot, hogy... Nem mondjátok el, hogy kedves, igen, horvát család. Nekünk azt szokott bejönni, hogy mindig elmondjuk, hogy csak is az igazat és a színtiszta igazat. Aztán találtam, hogy érdemes, hogy önnek ilyen megkötnünk a biztosítás, miért bejelentjük a kárt, ha keletkezne. A mondat végén óvatosan visszafordult, hogy persze még nincsen. De benne ha tőlezik. Igen. Aztán van egy olyan is, hogy mennyi aranyékszert, képzőművészeti alkotás és faliszőnyeget érdemes beírnunk, amennyit még ki is fognak fizetni. Jézus. Hát egyébként ez jogos. Mondjuk hogy... ebben lehet, hogy benne van az, hogy azért tényleg volt otthon bőven. Igen, vagy... Nem akarnak az adminisztrációval foglalkozni feleslegesen. Igen, de feleslegesen többet nem. De vannak a gépjárművesek is, amúgy inkább ez a költői túlzások és írói vének, amiket ti is emlegettetek itt egy pár, csak így kiemeltem egy párat, hogy több méteres égoszlop borította az utat. Tehát szeretnék kicsit úgy. Olyan nagy költ volt, hogy magunkat sem láttuk az utóbb elsőjével. De mi volt az előző, hogy több emeletes jégoszlop borította az utat? Több méteres jégoszlop borította az utat, igen, ilyen is volt. Aztán találtam, hogy a heves esőben az autónkig sem jutottunk el, mikor elindultunk. Kis ellentmondást érzünk. Azért ez többenet, mikor úgy akarnak pénzt kiszedni a biztosítóba, hogy egy mondaton belül ellentmondásukat írnak. Meg tehát, hogy azért az hogy? Ezt nem is értem. Vagy ezek ugye azok, akik inkább szeretnék elkerülni, hogy ők legyenek a felelőseknek kihozva, és itt ugye elmondják azokat a körülményeket, amiért szinte lehetetlen volt, hogy ők egyáltalán helyszínen jártak volna. Van egy hosszabb, azt nagyon szerettem. Nem mi jelentettünk veszélyt a gyalogosra, hanem az mi ránk, hogy ilyen ítélet időben kincsét át a veszélyesen közlekedő autók között. De tényleg rohadjon el, nem úgy kijön. Egyébként igaza van, hát, hogy az autók között kóborol, és te elütöd, akkor azért nyilván ott a gyalogos lehet a hibás. Nem? Igen, ha de rossz helyen van. Itt azért benne volt az, hogy veszélyesen közlekedő autók között. Simán lehet ilyen szituáció. Itt még tehát a jutolsót, régóta nem okoztam balesetet, és nem hittem el, amikor rájöttem, hogy most fogok.
Vajon ezt mikor írta, amikor már megtörtént, vagy még előtte felkészítve, igen, a biztosított erre? Majd közben SMS-ben írta valakinek, miközben a balesetet okozta. Hát legalább mi is mindig jókat derüljünk, és mindig megpróbáljuk elképzelni, hogy születtek a szituációk, és egyébként szerintem így lenne mindenképpen így a magyar biztosítóknak is a kellék párában az ügyfélszolgálatokon, meg a szakértő oldalakon szebb ilyen. Mondjuk tényleg legyünk egymással őszinték, Péter, hogy az a kárbejelentő lap, amikor rajzolja le az autók helyzetét, kis háromszög az eleje, és akkor én nekem egyszer volt, és én berajzoltam ott a fát, mert amögül ugrott ki a szarvas, és a szarvast is oda rajzoltam. Hát nem tudsz mit csinálni, és be kell rajzolnod. Hát be kell rajzolni. De hát az nem, de volt szép agancsa, és amikor bementem a biztosítók, akkor mondták, hogy én ezt nem veszem komolyan. Mondom, ember, egy szarvas. Igen, tehát szarvas ugrott elém, az be kell rajzolni. És a bogzódból. Hát én berajzoltam. És az ugró szarvas rajzoltál? Tehát ugrott előre? Ha nyelveként volt már... Igen. Forgott már egy nyárson, úgy rajzolt, hát egy fogásban volt. Nem, de a hátsó combja megmaradt. Mondja, Peti. Nehéz a szituáció, ugye, mert ráadásul azért ők általában valószínűleg nem vidám helyzetben vannak, hanem éppen több milliós károkat szeretnének kifizettetni. Nagyon nyűgös egy ilyen várakozási idő egyébként is, míg ez megtörténik, tehát tényleg mindent próbálnak a tudásuk szerint legjobban leírni, lerajzolni, és ebből igyekezetükben keverednek legtöbbször szegények olyan helyzetben, ami utólag lehet mosolyogni, de hát azért valóban ez egy ilyen nyomás alatt lévő stresszes szituáció. Figyelj, egyébként, ha mondjuk betörnek valahova, akkor még mindig ezen a középkori módon kell nekem bizonyítani, akihez egyébként betörtek és felfordították az egész lakást a 6 évvel ezelőtti videókameráról a számlát, tehát a biztosító még ezt mindig így csinálja, hogy oké, elhiszem, hogy tőled elvittek egy kamerát, de mutasd meg a 8 évvel ezelőtti számládat, vagy van erre már valami jobb módszer, ahol még nem te érzed azt, hogy hozzátörtek be, téged rámoltak ki, és még neked kell hülyén sokszor néhány csaló miatt egyébként igazolnod, hogy mondjuk 7 évvel ezelőtt vetted a tévédet, és ennyibe került. Ez még mindig így zajlik. Nem, hát azért itt valóban más már a lakásbiztosításokat, itt ugye erről van szó, úgy kötik, hogy megkérik, hogy kötéskor sorolt fel azokat a kategóriákat, ilyen néhány százezer forintra kerekítve, hogy mennyi van ebből abból, tehát képzőművészeti alkotásból, aranyékszerből, elektronikai cikkből, számítástechnikai brendbősből, és utána itt már nem kérik a számlákat, hanem elég csak felsorolnak a tételeket. Gondolod, de még egy lakástűznél általában, akkor a számlák is elégnek, és akkor ezek szinte lehetetlenek lennének. Tehát valóban régen ez így működött, meg nagyon sok, mert ma is ez van a fejekben, de tulajdonképpen, hogyha a megkötéskor pontosan meghatároztam ezeket a kategóriákat, akkor könnyebben fizetnek. Akkor bár avultatják, tehát nem fognak mindent, ugye találtunk ilyen kérdéseket, rengeteg van, hogy 5-6 évvel ezelőtt vásárolt technikai eszközöket, miért nem az új áron fizetnek ki, hiszen most meg újonnan kell megvenni, tehát valahol logikus, de azért azt is tudni, hogy a biztosító ugye a kár pillanatában keletkezett értéket téríti meg, tehát nem az a kárunk, hogy 5 éve elhasználódott valami, hanem az a kár, hogy 5 éves korában ez megsemmisült, és a biztosító ugye nem az 5 éve ezelőtti állapotot igyekszik visszaállítani, hanem a mait. Tehát mutatások vannak, de ettől függetlenül... Jó, hát én a biztosítókat azért nem féltem, szóval azért... Én sem, meg nem is kell. Azt mondom mindig, hogy gondosan kell megkötni ezt a biztosítást, oda kell figyelni a megkötést az értékek beírására, és észnél kell lenni egyébként valóban a kárbejelentéskor is, hiszen a kárszakértők is igyekeznek azért tisztelt, a sok-sok kivételekben igyekeznek lehetőleg mérsékelni az ő kifizetésüket, a biztosító kifizetését. Milyen finoman mondtad ezt, hogy lehetőleg mérsékelni a biztosítónak a kifizetést, igen. Úgyhogy ez egy bonyolult folyamat, de hát ebből adódnak ezek a tréfás szituációk, ebből az igyekezetben, amit az emberek ilyenkor belevisznek. Peti, köszi, hogy elmondtad, kellemes ünnepeket nektek, vigyázzatok magatokra, jövőre beszélünk. Hello. Köszönjük szépen, Németh Péternek, köszönjük szépen, ciao. Hello. Milyen finoman fogalmazott, igen. Nem? A biztosítók lehetőleg igyekeznek mérsékelni az általuk kifizetett összeg nagyságát. Igen. Na jó, van 8:30 múlt, pontosan 6 perccel, 1353-as számot nem elfelejteni, jó? Nyugodtan küldjetek SMS számot, 1353. Ja, most megvan. Használjátok ezt a számot hívásra vagy SMS küldésre, gyorsan még egy közlekedés, Nyíregyházától Pest felé az M3-as autópálya Szabolcs-Hajdú megyehatár táblánál, majd onnan körülbelül 10-15 kilométerre megint van egy trafi, ezt Valkó küldte nekünk. 8:30 múlt, 6 perccel jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt, pontosan 4 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyerekek, nagyon évvége van.
Mindenki szal a szél. Én csak kint ülök, és a sonkátokat szeletelem, gyerekek. Reggel 6 óta vágom. A Jani céges bulin tegnap. Igen. Van buliba nyomja. Tessék? Most mosogat. Most mosogat éppen. Vakáció van, gyerekek. Vakáció van. Egyébként nem csodálom, szóval olyan nehéz az év végén dolgozni, az a legkegyetlenebb dolog, amikor már fél lábbal otthon vagy, már eresztesz le, már... Szóval, hogy már úgy az egésszel úgy nem tudod, hogy mi van, de még azért úgy tolnod kell, mert a főnököd elvárja, a munkatársak elvárják, de már úgy nagyon vége az évnek, nem? Talán tudod, ez a legkeményebb. Az ország fele már Szabin, igen. Nekem van egy csomó ismerősöm, akik azt mondták, hogy azt a két napot karácsony, ez nem gondolod, hogy ledolgozzuk, és ennek a hétnek hogy a felét is kivettük, legyen már szép. Innen is üzenném, hogy... Így van, igen. Hogy nem véletlen nem hívott meg benneteket karácsonyra. Most sem. Igen, szóval, hogy erősen évvége van. Na, játszunk, jó? Méghozzá hármas ugrást, ha minden igaz, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt. Sziasztok. Hello, Zoli. Szia. Zoli. Sziasztok. Honnan hívtál minket, Zoli? Lőrincről. Én nem csodálkozom ezen, igen. Mit csinálsz? Én most éppen dolgozok, asztalos vagyok. Asztalosként dolgozol. Ti dolgoztok még így a két ünnep között, vagy a két ünnep előtt 22-23? Hát, most így hétfőn meg kedden még lesz egy kis munka, de két ünnep között nem megyek. Ajtónak az aljából, szobajtónak az aljából le tudok vágni pontosan, precízen pár millimétert? Persze, de az gyaruljuk. Igen? Na, jó, igen. Van, akkor majd még hívlak. Igen, a vágás az erős túlzás azért. Igen. A lapszabászatnál van? Levágják, igen. Persze. Te felrakják ilyen dekopírra, ilyen asztalra, és akkor úgy legyalulják. És ott nem? Azért ott hát milliméteres pontosan. Jó, jó. Hát attól függ, mennyivel magasabb a parkett. Attól függ, hogy mióta vagy asztalos. Így van. Igen. De majd visszük majd a pumuklit, azt megoldjuk vele. Jó, de jó. Fú, de utáltam a pumuklit mindig is. Úristen. Fúj. A leggusztustalanabb, rosszabb mese, a legkártékonyabb mese. Komolyan mondom. Édermester, örök. Hála, finom ez a csokoláda. Mondjad? Na, a kis kakoncsapiti. Hát egyébként az se, de a pumukliát, azt aki kitalálta, komolyan mondom. Na. Milyenek a kérdések, Jani? Á, évvégi hangulatban. Én már ezen nem fogom törni magam, a síróból összedobtam hármat, azt mit tudom én. Szerintem nem olyan nehéz. Gagyi. Na, tessék, itt van. Évvégi hangulatban. Ez kell, persze, nem, semmi gond nincsen, vele menni fog. Na, van egy adásmenet valaki négy gyerek? Persze, ha nagyon akarod, akkor tudunk neked adjatok adni. Már egyet, kösz. Tessék, kösz, lapozni kell egyet. Na, mehetünk? Mehet. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Ki alakította 5 alkalommal a filmvászon John McClane rendőrnyomozót? John McClane. Ez nem nehéz. Hubaszki. Hop, hop. Azaz. Így van. Boldog karácsony neked is. Mr. Hubaszki. Igen. Meg. Mr. Hubaszki. Harry. Mr. Hubaszki. Harry Hubaszki. Harry Hubaszki. Harry Hubaszki, a híres amerikai. A híres angol színész. Harry Hubaszki. Sir Andy Hubaszki. Ne ezzel meg fognak kövezni a többi. Ne az egyik legközhelyesebb. John McClane is. Az első három rész még talán jó is volt, utána már egy kicsit gyengébb, sőt... Arnold Schwarzenegger. Jézus Isten. És micsoda határozottság, érted? Hogy Die Hard, Bruce Willis. Ezt súgta valaki ezt a Schwarzenegger? Bejött a Józsi, feltépte az ajtót és... Nem. Üvegkőben nyerő Schwarzenegger! Nem. Őt láttam utoljára. Ez általában így zajlik, ha valaki egyszer csak megvilágosodik. Vagy ez csak úgy beugrott neked. Nem tudom, tippeltem. Faszod, vagy megint. Figyelj, próbáljuk már meg, hogy egy perceből mondjuk csak mínusz 3 ronda szó, jó? Mert okay. Hogy úgy most a negyedik csúszik ki. Okay. Tehát, hogy okay, semmi okay. Jó, csak a ronda szó csúszik ki. Ma megint kicsúszik. Az ORTT-t akkor állom én, jó? Igen, főleg, hogy már nincs is ORTT, de nem baj. Figyelj, hát Bruce Willis, John McClane, Die Hard, nem mondta, hogy ez így nem volt meg? Nem, így most hirtelen levakultam és nem ugrott be. Kicsit féltem a kérdéstől, hogy alát kérdezek, és megint mondasz valami nagyon csúnyán. Nem. Igen. Nincs ajándékcsomag. Sajnos. Nem, így jártam. Igen. Letelted a telefont, és utána jó kikáromkodhatod magad. Jó? Hát az lesz. Kösz a játékot. Sziasztok. Hello. Ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na, ilyenkor nem szabad rögtön folytatni a munkát, mert valaki rosszul jár, vagy a megrendelő. Vagy a szakma. Dübből küldje el 3 SMS-t a 13.53-ra most. Így van.
most biztos nem fog, de jó lenne egyébként most bosszúból, ha már nem nyertél, igen. Gyerekek, van egy igen SMS számunk, 1353, még 9 óra előtt csinálunk egy nagy visszaszámolást, amikor is így kollektíven egyszerre küldjük. Arra kérünk minden hallgatónkat, hogy segítsen, jó helyre megy, egy tálételt jelent, gyerekeknek is segítetek ezzel, rászoruló felnőtteknek is, és ha az embernek jó a karácsony, nyilván egész évben azért dolgozott, hogy jó legyen. Néha talán érdemes arra gondolni, hogy nem mindenkinek túl jó, nem mindenkinek jó, sőt, mi több sokan attól szenvednek és azzal küzdenek, hogy egyáltalán bármit letehessenek az asztalra, és tudjanak egy kicsi örömet szerezni mondjuk a saját szeretteiknek vagy a gyerekeiknek. Ezen emberek nagy többségének, akiken segítünk, ez a lehetőség nincs meg, úgyhogy a 1353-as szám hívásával vagy egy SMS küldéssel 250 forinttal segítetek az ökumenikus segélyszervezetek. Jó helyre megy! Tényleg jó segélyszervezetről van szó, hosszú ideje dolgoznak, és dolgoznak azon, hogy sok embernek megkönnyítsék. Nem csak a karácsony, nyilván nagyon sok mindent csinálnak, ezt Kokó tegnap elmondta, tehát itt nem csak vételosztásról van szó, gyerekek felzárkóztatásáról, tanítatásáról, nagyon sok mindenről, úgyhogy a pénz abszolút jó helyre megy. Ez most egy morning show-s gyűjtés, hétfőn fogjuk tudni, hogy mennyi gyűlt össze. És ami a legfontosabb, hogy teljesen átlátható a szervezet, és nagy könyvvizsgáló cég is megnézi, tehát nincsen semmilyen, és szeretnénk mi hétfőn rátok, a hallgatóinkra büszkék lenni, amikor majd Kokót vagy Kristófot, a kommunikációs igazgatót felhívjuk, és elmondja, hogy hány millió gyűlt össze, remélem tudunk millióról beszélni, akkor elmondhassuk, hogy igen, ezt a mi hallgatóink gyűjtötték össze, mint ahogy egyébként tavaly is 8 vagy 10 millió forint jött millió össze. 10 millió körüli összeg jött talán össze. Így van. Na, így hát van. Itt ha 100 ezer ember elküldi, akkor az már nagyon-nagyon-nagyon sok pénzt jelent, 250 forint, ennyit talán mindenki meg tud engedni magának, akinek előfizetése van, mobiltelefonja van, munkája van. Ha egész évben nem tettetek semmit, csak ezt a számot egyszer felhívjátok, hogy SMS-t küldtök már, azt gondolom, hogy az ember egy picit hozzájárult. Nagy olyan szervezetet támogatok, hogy nem csak kampányszerűen egy-egy eseményhez kapcsolódóan támogatja a rászorulókat, hanem egész évben. Nyom, 13-53, majd 10 előtt még egyszer közösen visszaszámolunk, és akkor sok-sok milliót még akár hozzá tudunk tenni egyetlen egy perc alatt. 4 perc van, pontosan 9 óra. A hírek után egy, úgy is mondhatni, talán sláger témával foglalkozunk. Ezt tavaly megcsináltuk, és én nagyon szerettem. Ugye céges karácsony. De nem a karácsonyi bulikról akarunk mi beszélni, hanem arról, hogy vannak Magyarországon egészen jól menő cégek, jól prosperáló cégek, amiről tudja az alkalmazott, hogy jó a bevétel. Ugye? És viszik az árut, dübörög a bolt. Viszik az árut, dübörög a bolt. Ám mégis a főnök úgy dönt, hogy mint az a kislánya a népmesében, ad is ajándékot, meg nem is, mesztelenül is lesz, meg nem is. Meglepi a céges alkalmazottakat valamivel. De rájössz, hogy vagy leértékelt, vagy megmaradt, vagy a szemedet akarta kiszúrni, vagy inkább ne adott volna semmit. A saját gyárat selejtjét kapod meg. Vagy selejtet kaptál, és a te nagyszerű főnököd, nagyszerű munkahelyén meglepnek téged olyan karácsony ajándékkal, aminek nem, hogy nem örülsz, de megaláztatásnak veszed, és azt mondod, hogy inkább ne adtál volna semmit. Ugye? Hát ez... A jó erős köszön, vagy a jó erős semmi, ahogy te szoktad mondani, sokkal többet ér, mint egy rossz ajándék. Vannak azok az ajándékok, igen, aminél jobb a semmit kapni. Szóval olyan hallgatóktól várunk majd SMS-t, akiket már a saját főnöke meglepte, és úgy álltott a falat, vagy a céges bulin, hogy bárcsak ne adtál volna semmit, rohadjál meg. Rohadt volna rád ez is. És rohadjatok meg mindannyian, amennyien a vezetőségben vagytok. Úgyhogy ezzel foglalkozunk majd a hírek után, ki milyen céges ajándékot kapott már, úgy, hogy annak nem örült. Írjátok meg, hogy mi volt az, és miért nem örültetek. 2 perc múlva 9 óra, jövünk a hírek után. Folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ladies and gentlemen, ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 12 perccel jó reggelt. Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk a hét utolsó munkanapján, sokaknak pedig az utolsó, az év utolsó munkanapja. Még hétfő, kedd, aztán két ünnep között már nyilván nagyon kevesen. Csak akiknek kötelező, vagy akiknek kötelező, és hát tényleg sokan zárják az évet. Úgyhogy, igen. Mi még hétfőn, kedden vagyunk. Jövünk, hát hogy hagynak magukra a nép tömegeket, érted, akik velünk együtt ébrednek reggel 6-kor. Azt, igen, hogy kicsit túlvállaltuk ezt a dolgot, de most már mindegy. Még egyszer javítanék rajta. Nem tudom, mi volt velem. Aha, nem tudom, miért mondtam erre igent.
vagy kimondatott velem erre igent, hogy még legyen kérdőkérdő. De a szolidaritás azokkal, akik még dolgoznak, hogy ne engedjük el az ő kezüket. Egyébként igen. Hát így alakult most már mindegy. De kedden ott lesz majd a jó kis retro nap, úgyhogy ott olyan csemegéket lehet majd hallani, amiket az év különböző pontjain nem. Ezt most hibátlanul elmondtad, fogalmam nincs, hogy mi lesz, de majd valamit kitalálunk majd, igen. Olyan is legyen, ami a múltkor nem volt? Hát, szerintem nem lenne baj, ha lenne. Igen. Ez most egyedül maradták. Megléphetetlen. Gondolkozom csak. Legyen, biztos, hogy van. Hát otthon az a hihetetlen mennyiségű CD, amit behoztál. Azon csak vannak olyanok, amiket még nem nyomtunk le. Nem az, hogy olyan is legyen, amit még nem nyomtunk le. A kérdés az, hogy olyan is legyen, ami már volt. Nem, hogy ne olyan legyen, ne. Volt. Már, hanem csak újak. Mint egy kokodzsámot mindig le kell nyomnunk. Nem akarok kokodzsámot, már hányok. Nem, de azt nem is nyomtuk szerintem, vagy ezt nyomtuk? Azt de, nem nyomtuk. Volt. Az most nem lesz. Jó, hát összeszedjük, a morningshow.hu lehet szavazni egyébként, úgyhogy gyerekek, ott menjetek föl, ott vannak a dalok. A legtöbb szavazatot kapott dalokat biztos, hogy lejátszuk, mondjuk az első háromig. Uh-huh. Azt tudja, hogy berakjuk. Vagy mondjuk az első kettőt. Jó, vagy az első. Vagy az elsőt, vagy az se. Hát ha nagyon tetszik a Balázsnak, akkor az első hármat. Igen, ha nem tetszik annyira neki, akkor belenyúlunk a szavazásba. Akkor és azt fog nyerni, amit szeretünk. nálunk van a szoftver. Viszont van egy szavazás, amiben nem nyúlunk bele, és nem is nyúlhatunk bele a végeredménynek a kimenetelébe, ez pedig az Így készültök ki ti fotóverseny, ami természetesen továbbra is zajlik a honlapunkon. Az első helyzet 50 000 forintot plusz morningshow-s meglepetés ajándékcsomagot fog nyerni, illetve a második meg a harmadik helyzet is kap majd tőlünk nagyon jó kis ajándékokat. Olyan jellegű képeket, fotókat kell feltöltenetek a honlapunk, amik arról szólnak, hogy a karácsony ti hogy élitek meg. Ha véletlenül ezek a képek nem kapcsolódnak a karácsonyhoz, az se baj, csak aki felmegy és megnézi őket, röhögje és lájkolja. Bizony, ez akkor is jó, ha tényleg nem töltöttetek föl, de két ünnep között unatkoztok kicsit, vagy egyszerűen csak szeretnétek fotókat nézegetni, menjetek föl, nézzétek meg, hát jó betegek vannak. Sok, több száz fotót feltöltöttek. Szerintem már az ezret is meghaladtuk. Rengeteg fotó van fönt, tényleg. És azon is elgondolkodhatsz, hogy mi vezérelheti vajon az embereket, hogy így kiadják a kis életüket. Hát igen, a nyeremény. Vagy, tök jó, csak én azon gondolkodtam, hogy én föltöltenék-e valamit mondjuk. Ugye szerintem jól látni, hogy a nagy 600 lájkot kapott, nem? Azok igaz. Ugyanolyanok, mint a nyilvános Facebook oldalak, tehát, hogy ahol mind feltöltenek az emberek az életükből, aztán nem feltétlenül biztos, hogy kíváncsiak rá, de hát aki... Én azért kíváncsi vagyok rá. Én kíváncsi vagyok egy olyan családnak az életére, ahol például itt üres fél literes sörös dobozokkal díszítik a fát. Tehát, hogy azt szerintem azért a stílus. Mert látszik, hogy munkát, energiát feccelnek bele. Ott milyen lehet ott a terítés, és milyen lehet a vacsora. És mi lehet a vacsora? Üres sörös dobozok vannak, hogy vajon esznek is, vagy csak isznak? Igen, milyen lehet a rokonság, hogy lehet egy ajándék becsomagolva, hogy hajtogathatják a szalvétát, és hova rakják az evőeszközt. És nem? Mit kaphat a gyerek? És örül-e a nagymama az ajándéknak, igen. Náluk is megnézik egy karácsonyt, ahol üres sörös dobozok vannak a fenyőfára, mint dísz. Tehát, hogy a többi, a részletekbe azért még belemennék. Ha a fotó tulajdonosa fel tud még nekünk tenni fotót az ünnepi asztalról, az ajándékozásról, a Mekit 24. estéről, tegyen már fel egy-két képet, jó? És így oda sörös doboz 2. Jó, csak hogy lássuk. És a kedvünkért rakjon fel csúcsdísznek egy üres unikumos üveget például. Igen. Na. Gyerekek, rengeteg SMS. Telefon, mond. Mondjuk együtt. Hát mond. Hát a 3-2-1. Ja, hogy akarsz most egyet, számoljunk egyet. Hát jó, csak akkor azt vezess föl, jól, hype-olj föl. 9 óra 15, ugye tegnap itt volt Kokó velünk, és elmondta, hogy van egy olyan SMS szám, egy telefonszám, a 1353, amivel most rengeteget tudunk segíteni, illetve egész évben, de hogy a karácsony alkalmából tavaly is összefogtunk, és ezt most is meg szeretnénk kérni, hogy mindenki, akinek lehetősége van, dobjon egy jó SMS-t. Egyet már csináltunk, egy közöset, lélekemelő ünnepi pillanat volt, de tényleg. Az jó volt, szerintem ez jó egyébként. Meg sokan vannak, akik nem is segítenek egész évben, talán azért, mert nem is annyira fontos nekik. Ha ők úgy gondolják, hogy ezzel az egy SMS-sel most letudják ezt az egész dolgot, már az is jó. Úgy ülhetnek az ünnepi asztalnál, a terített ünnepi asztalnál. Gyerekek, kicsit mi is hozzátettünk, adtunk gyerekeknek, adtunk felnőtteknek, adtunk rászorulóknak, kevesebb gyerek lesz éhes, mondjuk a fa alatt kevesebb gyerek fog éhezni, több gyerek fog valamilyen apró kicsi karácsonyi ajándéknak örülni, és igen, ehhez én is hozzátettem 250 forintot. Ha valaki úgy gondolkozik, hogy jaj, mi az a 250 forint, ne tegye, sokszor pici, apró 250 forintból lesz majd 8, 10, 12, 6 millió, nem tudom hány millió forint.
az viszont meg már nagyon nagy összeg. Most azt csináljuk, hogy aki az előző órában nem szállt be a közös küldésbe, most azok jönnek. Hát most a 9 órások jönnek, így illetve van. Ha szeretne valaki beszállni, mert végig hallgat minket, ugye inkább szakaszosan hallgatnak minket nyilván, tehát a legtöbben szerintem új küldők, vagy tegnap küldtek, de most újra küldhetnek. Úgyhogy küldjenek, ugye mindenki. Mit küldünk most a 13.53-ra? Mosolyjel, kukac vagy font? Én ezt küldtem. Mit? Ja, nincs mit kokó. Nincs mit kokó. Á, jó. Én a 13-ra csak, hogy összezavarjam őket, beértem, hogy 13-53, ezt nem fogják tudni hova tenni. A jó. Tehát most nagyon, kemény. Most nagyon. Áj, mindenki áj, ez most kettő. Ezt most hogy kell számolni? Igen. Na, tehát írja be mindenki, hogy 13-53, jó, vagy ha valakinek egyszerűbb, akkor telefonáljon, megvárjuk, míg bepötyögitek. Jó, tehát ugye a címezetből 13-53. Ha valakinek olyan a telefonja, hogy nem küld el semmit, akkor ő tegyen be egy pontot, egy felkiáltójelet, egy mosolygós arcot, bármit egyébként, és visszaszámolunk, és mehet a küldés, jó? Eurodollár font. Na? Most mit, most eurodollár font. Fontot küldtél? Jó, én ezt már egy jelet küldök, én szeretettel. Jó, figyelj, újjad már a küldés gomb fölött. 13-53. 3, 2, 1, küldés! Nagyon jó. Nekem már visszajött. Én olyan smiley-et küldtem, aminek szív van a két szemébe, tudod. Tudsz ilyet? Nekem most ez a telefon, ez most egész sok mindent tud egyébként. Ja, de ezt nem neked kell berajzolni. Nem, ez ebben benne van, mint ábra. Igen, benne van, mint ábra. Menő. Igen. Jó, elküldtük? Elküldte mindenki. Drága hallgatók, köszönjük szépen. Nagyon helyesek vagytok. Mindenkinek, aki vette a fáradtságot és fölemelte a telefont, mondjuk majd hétfőn, hogy mennyi jött össze. Higgyetek nekünk, és higgyetek el, hogy jó helyre ment, jó? Úgyhogy hajrá. Tök jó, visszajött nekem, hogy ennek az SMS-nek az elküldése, ez költséggel jár. Ezt írta meg. Akkor eddig ezek szerint ingyen telefonáltam is, és ezt nem, mert szerintem az is költséggel jár. De elment neki ez a lényeg. Na, ne nekünk küldjetek a 13-53-a, drága. Nem, ezt már mondtuk, megint nem. Jött, igen, a 13-53 az maga a címzet. Igen. A telefonszám, az SMS szám. Na, azt mondja, a Vemtől a Last Christmas nem maradjon ki. Jövő hétkedden. Aha, ne, az Csabi tolja. Kapjátok. Azt nekünk nem kell. Azt egyébként nekünk nem kell, igen. Na, céges ajándékok. Hát ez egy tulajdonképpen téma közhely, így karácsony előtt. Hát mégis akarunk egy kicsit szörnyűlködni, mert ugye vannak cégek, akik megmagyarázzák saját maguknak és az ő lelkiismeretüknek, hogy jaj, nem annyira fontos, meg jaj, nincs pénz, meg jaj, nem kell erre költeni, meg egyébként is, ha nem tetszik, el lehet menni máshol dolgozni. Ugye? Gyűlölöm ezt a fajta mentalitást. De mégis nagyon sokan tapasztalhatják azt, hogy valami olyan céges ajándékot kapnak saját kicsin szeretett cégüktől, amit jobb lett volna, ha nem is kapnak meg. Ugye? Hát azért tavaly is foglalkoztunk ezzel a témával, és már most látom az SMS-eken, hogy micsoda céges ajándékok vannak, rögtön szemezgetünk ebből. Hogy milyennek a filozófiája, igazából nem tudom, mert nem voltam cégvezető. De ha kiszúrom a szemed valami lejártal használta a régivel, annál nem jobb, ha nem adok semmit, mert én nem tudnék semmit adni, én bevállalnám, hogy gyerekek, nem adunk, nincs, inkább semmi, mint lejárt valami. Igen. Nem? Igen. Miért adnak ilyet? Vagy valami olcsót, egyedit találj ki, akkor már beljebb vagy szerintem, az is tök jó. Vagy ne adj semmit. Vagy ne adj semmit. Küldj körbe egy levelet, és köszönöm, gyerekek, idén ez egy kicsit szerényebb semmi. Nem? Ja. Hogy örülünk. Szerintem ő is érzi egy picit azért, hogy ciki, hogy szerintem nem. Szerintem nem. Ahogy olvasom az SMS-eket, szerintem nem. Szerintem baromira nem erről van szó. Nem érzi. Nem. Tehát mindjárt hallod az SMS-eket, ha valaki lejár dolgot ad, hogy 150 forintos szaloncukrot, azt szerinted érzi? Mert ezt nem adom, mert mindenki tudja, hogy mennyibe kerül az a rohadt 3 szem szaloncukor, amit becsomagoltak egy ilyen céges papírzacskóba. Na jó, de azért régi, mert ragaszkodik hozzá, mert érzelmileg kötődik ahhoz az ajándékhoz, ezért de nem adta oda senkinek. Azért 3 éves. Aha, hogy eddig őrizte. Érte. A megfelelő pillanatot. És végül nagyon nehéz szívvel megvált tőle és odaadta. Nem gondolnak ilyenkor arra, hogy ott van 30-40 ember, akinek ez rosszul esik? Hát, mondjuk szerintem 50-től gondolnak rá. Igen? Nem jut eszükbe, hogy basszus, azért 30-40-50-100 ember dolgozott, tett valamit, hogy valamit megpróbálok nekik összehozni, és valami minimálisat adok. Ez nem jut eszébe senkinek? Nem. Nem, azért nem jut eszébe, mert nem biztos, hogy érted a cégben, látod az eredményt. Tehát ne, ha van egy nagy eredmény, akkor esetleg kicsit megkarcolhatja a lelkét.
a főnöknek. De lehet, hogy azt is gondolja egyébként a főnök, hogy inkább azért adjak valamit, mint a semmit, mert akkor meg mit fognak rólam gondolni. És olyankor esik be, ugye, a használhatatlan ajándék. Igen. Az nem lehet, hogy a saját hatáskörében ő nem adhat többet, tehát hogy ő érzi, hogy de ez kellemetlen. Szerintem az, mindenki valójában adhat. Adni, aki valójában adhat, ő nem ad, és ezért alatt nagy ívben azokra, akik a pénzt összegründolják, meg megkeresik neki, és hát van lejjebb is egy-két vezető, aki viszont ez kínosnak tart, és próbál meg kompenzálni. Ja, és az ő büdzséje viszont csak erre elég. Na, hát nézzük az SMS-eket, hogy milyen cégek vannak. Egész egyszerűen elképesztő, gyerekek, hogy embereket mivel aláznak meg, mivel bántanak meg, és mivel köszönik meg nekik az éves munkájukat, az hihetetlen. Céges karácsonyi buli, a cég által gyártott termékeket sorsolták ki a tombolán, senki nem árult el, hogy miért van már otthon mindegyikből, vagy három éri egy hallgató. Mi évekig olyan üdvözlő lapot kaptunk a vezérigazgató aláírásával, amiben elmondta, hogy az idei utalmunkat kinek ajánlották fel. Az tök jó. Egyébként pedig minden jót nekünk. Vagy az jó. Mert hogy ez mekkora kamu nyilván. Hát ha kamu, akkor nem jó, de ha az van, most már egy csomó cégnél divat az, hogy például a partnereknek nem küldesz egy üveg bort, meg egy használhatatlan ilyen asztali díszt, hanem küldesz egy kis papírlapot, hogy kedves partnerünk, köszönjük szépen az idei együttműködést, azt a pénzt, amit felesleges ajándékra szántunk, volna azt átutaltuk a 1353-as számra. Ez például jó, ez, ahogy te mondod el, meg hát az az eset, az nagyon jól hangzik, csak hogy valójában itt nem erről van szó, hanem a dolgozó. Amit ő ugye írt, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a te pénzed, nem a te pénzed, amit neked adtak volna idézőjelbe, azt nem adták, odaadták valaki másnak. Ugye. De a te pénzedről hagyd döntsél már te. Ugye. Ha az a tényleg a tiéd de volt. Az még nem a tiéd, az akkor a tiéd, ha megkapod. Így nem van. Kaptad meg, nem a tiéd. De ők mégis azt írják, hogy az a tiéd volt. Bankban dolgozunk, hatalmasat kasszáltak a piacon, karácsonyra átlagos vacsora, plusz nagy bejelentések az igazgatótól, hogy akkora ajándékot kapunk másnap, mint még soha. Nagy titkolózás. Mindenki utalványra, ajándékcsomagra gondol, de nem. Másnap mindenki asztalán egy átlagos, majdnem, hogy átlagos vörösbor. Többen eladták 200 forintért, írja egy hallgató. Azért ez is mennyire kemény, nem? Legnagyobb informatikai cégként kaptunk egy egérpadot, ami használhatatlan volt, mert már fényes és recés volt a felülete. Tehát használt? Igen. Használt egérpadot kaptál. És egy darab szaloncukor, írja nekünk egy hallgató. Igen. A férjem egy kozmetikai cégnél dolgozik, kapott egy doboz terméket, ami már a csomagolás sérült volt, és egy-két éve lejárt. Na ez a gyönyörű. Tehát, hogy tudod, hogy ott van a raktárod, tudod, hogy be kéne zúzni, mert megsérült és a csomag. Megkapod. És mire gondolt a raktáros? Igen. Aki szintén kapott ebből egyet, és már két éve nézte, és tologatta egyik polcról a másikra. Andi itt van velünk. Hello, Andi, jó reggelt! Jó reggelt! Hello! Na, te hol dolgozol? Hát én egészségügyben dolgozom egy országos intézménynél. Ó, hát ott nem nagyon vagytok eleresztve, gondolom. Csoda, hogy kaptok bármit, igen. Igen. Na, mi volt? Amit mindig inkább ne adtak volna. Mindig jellemző valami apróság, hogy kapunk még. Eleinte kaptunk még ilyen milkaszaloncukor, meg ilyesmi, ezt is igazából nem központilag kaptuk, hanem a főnöknünk saját zsebéből fizettünk. Hát az helyes, az legalább kedves, igen. Meg minőség. Igen. Aztán az elmúlt évben és az években, egy-két éve már hát olyan dolgokat kaptunk, amitől hát úgy is mondhatnám a hajam szála égnek állt. A szőke hajam szála égnek álltok. De na, miért de fontos, mi volt ez? Kaptatok mindannyian fejénként egy csomag múllapot, vagy? Majdnem. Úgy is mondhatnám, egy egész doboz ammóniamentes hajfestéket kaptunk, kérlek szépen. Mindenki. Hát nem konkrétan a kezünkbe adták, hanem megkaptunk egy dobozba, és lehet rakva az osztalra, hogy mindenki választhat belőle, kinek melyik tetszik. A sötét, barna vagy a fekete. Ja, hogy nem volt, tehát te nem festhettél szőkét vagy vöröset, sötét, barna vagy fekete, ez a két szín volt. Igen, és lehetett válogatni, ugye hát... Ja, és emellé überelték egy kis csoki Mikulásról a dolgokat, mindenkinek egy update, egy... Norbi. Egyébként Isten. Csak tényleg nem akarom mondani, hogy haragszom rád egy picit, érezd a hangomból, mert ammóniamentes, ugye? Igen. Tehát vigyázzak, és mit kapsz? Egy nem hízlaló csokoládé Mikulást, érted? A kezében tart téged az egészségügy, te meg azt mondod, hogy ez nem jó, fúj. Viccesek, de tényleg egy vicc. Igen, és ilyeneket volt még valami? Dr. House könyv, azt olvasom? Igen, azt is kaptunk egy dobozzal, Dr. House könyve. De ez legalább stílusos.
mindenki annyit vett, amennyit akart. Tehát maradt bőven belőle, tehát nem mindenki vitte el. Ja, az is lehet, hogy egyébként végigmentek az osztályon. Van akinek. Egy van, aki úgy gondolta, hogy nem kér belőle. Hát ezt a hajfestéket is csereburálták az emberek egymás között. Hát én például a szőkehajamat nem szeretném befeszteni, se feketére, se barnára, sem ilyen színűre. Hát tedd el majd, egyszer lehet, hogy meggondolja magad, rád tör valamilyen kapuzárás jelleggel, valami pánik, és befestőd. Igen. Jól van, köszi, hogy elmondtad, csáó, kellemes ünnepeket. Én köszönöm, sziasztok, szia. Hello, hello. Lehet, hogy végigmentek az osztály, megkérdezték a betegeket, ők mondták, hogy túl sok a szőke, viszont kevés a vörös és a fekete, illetve fogyhatnának is egy picit. Igen. Főnököm 4 darab szaloncukrot osztott ki fejenként mindenkinek, 50 000 forintos dizájnolt, nyomtatott, hajtogatott, céglogós papírdobozkába. Hogy mennyire nem érzik sokszor a főnökök az alkalmazottak lelkületét, hogy mennyire jobb lett volna, ha amit a dobozra költött, odaadja egyébként, nem? Mindenki majd felrobbant, én nem, mondjuk ők nem fektették meg előtte, és még utána is többször a főnök szexi 19 éves lány. Király vagy, de szeretlek. Én mondtam egyedül őszintén az átvételkor, hogy boldog karácsonyt. Főnök. Igen. Üdítő ital cégnél dolgozom, karácsonyi buli 3 órás előadás Balatonon, az Ezüstparton 4 csillagos szállodában, mindenkinek a székén egy csodaszép kékszínű üdítő italos sál. Várjuk az ajándékot, a prémiumot, az ajándékcsomagot vagy az utalványt, kiderült, hogy a sál volt az ajándék. Na most egy üdítőipari multi, akiknek azért komoly bevételük van. Hát tényleg nagyon szép, az ráadásul logós sál, tudod, tehát a büdös életben nem veszed föl, mert baromi ciki. És a pirosot veszel fel, kirúgnak. Igen. Mi 2 évvel ezelőtt a cégünknél kaptunk 2 darab doboz lejárt gumicukrot, valamint 2 darab doboz lejárt vitamint. Tök jó. Az jó. Azok sokáig jók, ám azt tudod úgy, hogy csak ráírják, de utána még 1-2 évig az jó. Aki szóvá tette, hogy jó az, vagy illetve pontosabban lejárt, annak csak annyit mondtak, hogy jó az még. Na, ugye, mintha én lettem volna ott. De hogy ilyet tényleg miért? Tehát, hogy ilyet tényleg miért? Mi jár a főnökök fejében? Hogy adjunk valamit, nehogy megsértődjenek. Jobban megsértődsz, egy ajándékkal megaláznak, mintha nem kap semmit. Ezt miért nem értik meg a főnököt? De jobb, hidd el, hogy jobb. Egy lejárt gumicukornál, te kapnál egy olyan könyvet, amiben bele van írva, hogy szeretettel Gábornak, nem jobban megsértődsz, mint azt mondják, hogy figyelj, Feri, nem volt időm, ne haragudj, megcsúsztunk, idén nincs, majd jövőre pótoljuk. Nem esik rosszabbul? Nem, rácsörögnek a garamira, hogy van nálad valami. Gabika, itt a könyved, erre állt. Hogy ezt egyébként tényleg miért nem értik? Nem is értem, figyelj, komolyan mondom. Jani. Hogy itt emögött, az egész téma mögött nem az van tulajdonképpen, ez az őszintén semmit, hogy én nem vagyok a főnökötök. Hát ki az? Én nem vagyok a főnökötök. Hát a rádió, tessék oda bemenni, aztán ott reklamálni, de én nem vagyok a főnökötök. Nem, az lehet. Én nagyon elégedett vagyok, én nem várok már semmit. Lányom a munkatársától használt lyukas sálat és lyukas plüss Mikulást kapott, bár nem cég, de gondolhatjátok, ezt Ati küldte nekünk. 5 szállodában dolgozom, egy nagy szállodalánc, elmondták, hogy hány milliárdot hoztunk be idén, majd átadták a lejárt penészes bejglit, mint karácsonyi ajándékot. Szupi, na ez mondjuk tényleg felháborító. Még el is mondja, hogy gyerekek, úgy döbörgünk, mint az állat. Aha. 5 milliárd. Igen. Nemes penészes volt lejárt. Igen. Képzeljétek el, ez velünk megtörtént, így írja egy hallgató, 15 éves hűségajándék. Ugye már jól indul? Uh-huh. 15 éves hűségajándék. Mit gondolsz róla? Azért 15 évet ott dolgozol. 15 évet lehúzol egy cégnél, azért az már egy respektálandó dolog. Pénz, prémium, juttatás, olyan dolog, hogy kicsit kihúzhatod magad, és azt érzed, hogy figyelj, te barha, megbecsülünk, szeretünk, fontos a munkád. Felhívattak az irodára, és az igazgató úr átadta, ezt figyeld, a 150 forintos céglogóval ellátott nyakkendőt. Oh. Ezzel még te is kiakadnál, Jani. Erre még te se tudnád mondani, mindig szoktál, hogy jó lesz ez még valamire. Na, elmentek ti. A jó. Ugye? Aha. Hogy azért ezen még te is kiakadnál. 150 forintos céglogóval ellátott nyakkendő. Ezután letettük az asztalra és távoztuk. De korrekt, szóval embert ennél jobban nem nagyon lehet ám megalázni. Ennél már tényleg az is jobb, ha lemegy a főnök, kezet fog megköszönni, és ne adjon semmit, de a 150 forintos nyakival... Igen. Ugye? Hogy döbbenek. Igen. Sörözőben dolgozom, a főnöktől használt poharakat kaptam. Nagyon szép. Volt egy főnököm, hozott egy-egy szelet márkátlan csokit. Következő szövege, boldog karácsonyt. Hoztam maguknak, eredetileg a vevőknek vettem, de nem fogyott el. De ez legalább az a fajta őszinteség, amit hiányoltál. Tehát hogy itt legalább főnök nem vakított, hogy és 70%-os csokoládét tartalmú, nem tudom milyen prémium minőségű, csak nincsen becsomagolva, de... Érted?
Igen. Nem elmondta, hogy srácok, megmaradt. Ennyi. Nem vitték el. Nem ízlett nekik. Nem kell. Sokat rendeltük. Neste. Ne, egyetek meg. Gumi nagykereskedés, szintén nagyon jó. Főnök gondolta, örömet okoz. Selejtes traktor gumi. Úgy, hogy robogom sincs. Na, nagyon jó. De azt mire adja? Hát arra, hogy egy büdös nagy paraszt. Crossfit edzésre. Arra, hogy emelgessen. Vagy hogy hazavid virágágyásnak. Mire? Például a gyerekek homokozónak. Ja, ha elég nagy. Megdöbbentő. De tényleg annyira szomorú ez a fajta mentalitás. Tehát, hogy azért, aki dolgozott nemzetközi cégnél, szóval lehet őket bántani, meg ostorozni, meg azt mondani, hogy fúj, hülye németek, hülye amerikaiak. De hogy nem csinálják ezt meg az alkalmazottakkal, az egész biztos. Sok hibájuk van. És az a rendszer se tökéletes. De más a mentalitás. És azért ezt nagyon tudod érezni, hogy más, amikor egy külföldi mentalitású tulajdonosod van, sokszor ilyenkor meg mondjuk, amikor magyar főnököd van. Nem? Ó, nagyon hogy sok nem tudod összehasonlítani. Ez tényleg így van. Izzanak a telefonom. Mondani. Mondja, na, kikkel beszéltél? Hát nagyon jó sztorik vannak, de sokan nem vállalják be, mert céges parti előtt vannak, vagy hát nagyon közvetlenül igen. Mögötte is necces a dolog. Mert ma lesz egy olyan parti, beszéltem Kingával, neki 2000 forintot be kellett fizetni a céges buliba. Igen. Tehát ma mennek. 2000 forintot neki. Na, tök jó. Hát ki mondtom, kell fizest. Érted, jól fogják sok magukat érezni. Sok szeretettel érezzetek magatokat, jól a jól, pénzeteken. Igen, 2000-et akkor. Akkor beszéltem egy tűzoltóval, Tamással, ők energiaitalt kaptak, amin ezek a lángok vannak. Aha. Hát, mindegy is, mindegy is. Igen, egy hónap volt a szabatosságából. Ja, hát így meg, ja, most érted, de tűzoltó vagy lángos. Megiszod, azt megiszod. Hát most meddig legyen az jó, hogy még 3 évig örüljön neki, hogy jó volt. Halva az SMS-eket egy hónap múlva lejárat, én annak örülnék. Darabot kaptak. Aztán van egy, nekem van egy saját sztorim, az mondjuk nem karácsonyi, de nagyon na. Jó szerintem. Ő vallagásra kapta, 18 éves volt, érettségire. Apukája beállított egy gyönyörű szép ajándékkal, csodálatosan be volt csomagolva, nagy masni rajta, minden. Ebéd, ugye hát érettségi után a lányka kibontja, és egy iszonyatosan ronda, fehér, nyúlós valami volt az üvegben, és azt mondta az apukája, lányom, én az egészséget hoztam el neked. Kefír gombák voltak az üvegben. Ne! Esküszöm, ezt kaptam érettségi ajándéknak. Az én egészséget. Az egészséget hoztam el neked. És így állt a csaj, és mondta, hogy köszi, apa. Tudod, meddig élek a Kaukázusban? Azt kívánom neked is, tessék, kefír gomba. Ez tényleg így volt. Ez volt. Komolyan. Úristen. Komolyan, de... Atya Isten. Vannak ilyenek. Atya Isten. Egy-két durva még. Mi 2007 karácsonyakkor kaptunk 2007-es fali naptárt. Micsoda figyelmesség. Hát, hogy tud, hogy mi van mögötte. Hát tud húzni feketén a legrosszabb napokat. Ez nagyon jó év volt. Nagyon jó nap. Igen. A február nagyon jó volt. A december adnál kevésbé volt jó. Januári Erzsébet utalványt kaptuk meg karácsonyra. Hát az, ha most januári karácsonykor, az picit kellemetlen, igen. Van pozitív példa, és mi fejenként kaptunk 45 ezer forint utalványt, 600-at dolgozunk a cégnél. Az igen, az szép. Másik az cég szép. Is írt ilyen szuper dolgot, hogy óriás buli, nagy vacsora, és mindenki kapott egy wellness hétvégét. Na? Gyerekek, hát azért tényleg, ha jól megy a cégnek, kemény. Így kell. Tehát, hogy szerintem ez a minimum jár az embereknek. 15 éves jubileumra 20 ezer forintos kafetéria utalványt kaptam, amit az év végén levontak az adható éves keretből. A gyerekek, de szép esemesek vannak, igen. Nagyon tök szép. A felvetés. Feri, mit szánsz a metre? Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország. Egy kortyot, ha nem, hát nem. Ugye? Ismeritek ezt a kínálat. Még egy falatot, ha nem, hát nem. Ugye? Egy kortyot, kettő már nincs. Velem valaki, senki, jó? Akkor megérdez. Én maradtam egyedül. Mi fagyasztott fácánt kaptunk egy darabot sokan, ami lejárt. Jó. Miért kell? Igen, a sokan írják egyébként, fácán. Hogy be kell fizetni 2000-et. Igen, hogy a közös buli legyen, de a cég nem állja a pénzt. Na itt egybe lehet reménykedni, hogy valami nagyon-nagyon szép ajándékkal búcsúzik a cég. Biztos lehetsz benne. Biztos lehet. Egyébként gyerekek, az, hogy nincsen semmi, nekem még az is szimpatikusabb, igen. Ha azt mondják, hogy figyelj, van egy hely, együtt vagyunk, mondunk egy beszédet, amit iszol, kifizeted, de gyere le, a helyet biztosítok, aha. Együtt vagyunk, van valami kis zene. Még az is? Uh-huh. Az is egy jó megoldás. Nem? Vagy jobb a semminél, hogy van valamilyen minimális kollektíva, amit érzel, hogy egy kollektíva része vagy. Nem? Én a beszédhez sem ragaszkodnék. De elmond egy beszédet, és azt, hogy gyerekek, itt van, mit tudom én. Legyen rövid. Itt vagyunk. Nem igazán elegáns, de legalább van valami minimális, amivel azt érzed, hogy egy munkahelyen vagy.
Az éves ruhapénzből, amit nem adtak oda, egy nadrágszíjat kaptunk, ne hívjatok, mert kirúgnak. Menő. Vitamin gyártó cégnél dolgozom, lejárt szavatosságú C-vitamin decemberben minden alkalmazottnak. Lehet, hogy nem, akkor nem lehet, hogy nem veled, de ezt beszéltem, hogy 20 darab C-vitamint kaptak. Aha. Az egészség, az fontos, mert hogy tudjál jönni dolgozni. De miért? A skorbut ellen. Mi a filozófia az mostanában? Hogy mégiscsak adunk valamit, dögöljé meg, gondoltunk rá? Fontos, vagy rohadjál meg? Hát 20 darab C-vitamin egy Mikulás zacskóba, hát nem tudom. Figyelj, az ízés jó, a nadrágszíj is azon gondolkodom. Legyen mit meghúzni jövőre. Na, tessék. Ezt hallgassátok. Hiper, valamelyik hiper, mint a három közül, hogy a nagy bevásárlók között. Karácsony ajándék. Kitolták a portára a maradék kenyeret és a narancsot. Vigye, akinek jut. Szóval, hát, és hogy gyerekek, milyen szomorú. Azért az egy kiló narancsot nem kezded. Na. Ott hagyod. Ja. Ott hagyod, és azt mondod, hogy igen, hogy vége. Vigyétek haza, nem? Szóval szomorú. Szomorú ez a helyzet. Na jól van, oké, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Rengeteg. Szóval dől az emberekből a megkeseredettség. Halva ezeket az SMS-eket egyébként nem is csodáljuk. 3:40 lesz pontosan 7 perc múlva. Jó, köszönjük szépen az SMS-eket mindenkinek. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Morning Show. A Klassz FM-en. 3:40 van, pontosan szép reggelt kívánunk. Mindenkinek mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is volt szó ma reggel. Anna írt nekem. Írtál nekem valamit, Anna? Nem írtál, nálad is karácsony? Ja nem, itt van. Nincs, de itt van. 9:24-kor már elküld, hogy mi a jutalomra hajtasz, hogy mi van? Biztos jutalomra hajt. Nem ismersz? Azt mondja, hogy arról beszélgettünk, hogy de gyerekek, nem ez a tegnapi best of. Tök jó. De hát tegnap nem voltál, nem akarod meghallgatni. Mitsura Mónika énekesről beperelt a piac. Azt a tegnap előtti. Még egyszer meg, ha nekem tetszettek. Én bírtam azokat a témákat nagyon. Anna, el kell, hogy mondjam, hogy ugrott a karácsonyi ajándékot. Tehát volt kaptál pedig. Volna egy... A jövő évi, mert idén nem volt. Ugrott az ide is, a nagy büdös semmi, meg a jövő évi nagy semmit is ugrott ezáltal, igen. Szóval korán reggel megvitattuk a gyermekem érkezését, hogy milyen élményekkel távoztam tegnap a kórházból, valamint arról beszélgettünk, hogy megmondjuk-e a szülőknek, barátoknak, ha csúnya a gyereke. Ugye? Igen. Illetve nem. Mindenki. Illetve nem mindenki, és összegyűjtöttük azon élethelyzeteket, amikor az ember kénytelen hazudni, vagyis ha megkóstolsz egy ételt, és megkérdezik, hogy finom-e, amikor a barátod bemutatja a feltűnően ronda barátnőjét, és megkérdezi, hogy na, mi a véleményed? Szintén hazudsz, tehát az élet számos pontján hazudnunk kell ilyenkor, ugye? Tényleg nem volt jó a torta? A tied? Aha. Hát, sokat nem ettem elő, ez nem volt elég. De most már, hogy mondod, igen. Igen, szóval megnéztük, hogy ki mikor hazudik, és milyen élethelyzetekben kell hazudni. Erről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show. A Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 6 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, hello. Nagy szeretettel gratulálok. Kicsi, sőt, most már elég nagy családodnak. Hát most igen, már elég nagy. Most tök már jó. Úgy megállunk. Igen? Igen, már ezt egyután is ezt mondtuk. Gondolod, hogy ezt te döntöd el? Tessék? Gondolod, hogy ezt te döntöd el? Hát ismerve a biológiát, azért tehetek róla. Ha csak nem valami nagyon nagy átverés van a dologban, azért tehetek róla. Igen. Öröm, boldogság, mindenki egészséges, mindenki jól van. Na hát igen, abszolút. Igen. Majd ezt kérdeznek január 5-én. Igen. Fel vagy készülve. Öröm, boldogság, mindenki jól van. Mindenki jól van. Gyűlnek a gomoly felhők, gyűlnek, tudod. Most még két nap alvás utána vége van. Na gyorsan hívjuk a nap hallgatóját. Jó. Jó. És tényleg gyorsan. Laci. Laci, elképesztő van. Vagy. Dolga van. Hello? Ó, de szép lett volna. Riket keresünk. Hello. Morning Show. Hello Balázs. Ciao. Sziasztok. Hát elfelejtetted. Ezt akkor benéztem. Ezt most igen. Igen. Jó lett volna az a kis ajándékcsomag. Igen. Elfelejtetted, vagy nem számítottál ránk? Megmondom őszintén, hogy nem számítottam rá, mert még eddig már többször próbálkoztam, de még sosem. Igen, van úgy, hogy az ember aztán küld egy SMS, aztán elfelejti, hogy küldött, és azért nem mondja, ezért kérdeztem. Igen. Ugye ezt írta nekünk SMS-ben, nagyon helyes, amit írtál. Én már vagy 50 SMS-t küldtem a 1353-ra, a főnök elfelejtette lezárni a telefonját. Így van, így van.
így az ő lelkén is könnyítek, nem csak a tárcáján. Ezt írtad neki, hát vagy nekünk, ez egy nagyon szép kis SMS. Ráadásul, ha tényleg ennyit küldtél, az nagy segítség is, csak hát nem mondtad, hogy morning show. Nem mondtam, hogy morning show. Viszont te vagy a naphallgatója, és van egy csomó plusz ajándékod, a reklám spotban majd meg tudod hallgatni, ajándékcsomag nincs, viszont plusz ajándékok vannak. Jó? Jó, nagyon szépen köszönöm. Kellemes ünnepeket kívánok nektek így akkor egy a távolból. Neked is, köszi, és köszi, hogy küldtél SMS-t a 13.53-ra. Köszönjük szépen. Viszont egyébként köszi. Még senkinek nem késő, tehát 13.53-ra továbbra is lehet hívásokat indítani, illetve SMS-eket küldeni. Így van, ökumenikus segélyszervezet, gyerekek 250 forint, ennyit, akinek előfizetése van, telefonja van, ezt megengedheti magának, ott nagy többségben 250 forintnak bele kell férnie. Hétfőn még küldjük majd, óránként egyszer egy nagyot, és aztán hétfőn adás végén beszélünk majd arról, hogy mennyi jött össze, ha valakinek hétvégén eszébe jut, vagy látja a barátja a kezébe a telefont, küldjétek. Jó, tényleg? Na Csabi, tényleg jó küldtél helyre. A közös SMS küldéssel? Küldtél a főnököt telefonjáról? Most a 9-es és a 8-asban? A 8-asban még nem voltam veletek, megmondom a frankot, de a 9-esben már igen. Szuper férfi vagy. Úgyhogy küldtem, hogy ne küldtem volna. Küldtél, nagyon, nagyon rendes vagy, jó van. Remek zenét, Csabikám. Képzeljétek el, hozok egy vadiúj David Guetta klasslágert. Az az érdekes, amikor jönnek ezek a DJ-k, akkor, vagy producerek, akkor mindig keresik azokat a hangokat, akikkel az új dalt nagyon jól el lehet adni, vagy el tudják jól énekelni. És az Emily Sunday-t találta meg, aki egyszerűen hihetetlenül jó énekes, én nagyon szeretem a hangját, de hogy tudnak együtt dolgozni, és milyen lesz a közös munka, azt fogom majd megmutatni 10 és 11 között. Menő. What I Did For Love, ez az új daluknak a címe, és mindeközben majd folytatódik a klassz karácsonyi játék, úgyhogy a csengetyűvel megjelölt dallal megint csak két éjszakás szállodai pihenés lehet nyerni két fő részére. Ha annyira fullos vagy ma is. Ez mit csinál most ez a szálloda? Világít, gőzöl, aromaterápiát nyom, minden órában más-más szállodába lehet eljutni. Soprontól Békés Csabáig, és persze biztos ma is benne van az aroma szálloda, vagy az aromatos szálloda, illatszálloda, de hát majd mondjuk a részleteket minden órában. Jó van. Mi a recept? Kérlek szépen, múlt héten már készültünk a karácsonyi menüre, most rettetesen szar sütit hoztam, ugye, ahogy a Jari mondta. Így van. Te is ettél tegnap a sütiből? De én ettem. Nagyon rossz. Nem sikerülhet minden jól, Feri. Persze. De hogy ennyire trágya legy. De tényleg. Nem rossz. Rossz volt? Nem jó. Látod, élek, mirulok. De most nem az, hogy túlélsz. Azért nem hagytál bele, attól még lehet is üti szar. Aranyos vagy, de attól még lehet valami rossz. És mit puncsolsz? Mondd meg a frankot. Tegnap azt hoztam be, ami maként volt, és Jani azt mondta, hogy nem volt. Ő ma őszinteségi napunk volt. Nem volt rossz, mert le tudtam nyelni. Ha rossz lett volna, visszajön. Nem jött vissza, itt van. Igen, de többit most esetted meg. Nekem ízlett, úgyhogy legközelebb is nekem hozd, a Janit hagyd, felejtsd el. Jó, na ez a sütemény van. Na. De most miért büntetsz minket, ha nem ízlett neki, most ezt te még másra föltesz. Hát van neked szíve, be van fotózva, meg van írva, hát dobjam ki. Csak mondom egyébként, hogy körbe kínáltam vele az ökumenikusokat, amikor benn voltak, és ott álltam, még meg nem ették. Igen, de ők is nehezen nyelték le. Na, egy ilyen sütemény van fönt a weboldalon, illetve egy torta, egész pontosak leszünk. Jó? Nem szeretsz minket karácsony. Na, én igen, igen, Janit nem, most tényleg ennyi. Ha ettetek már jót, akkor az nem ez volt. Akkor egyetek belőle még egyszer, mert ezután szükség lesz. Figyelj, nem sikerült minden jó. Ez most ilyen lett. Na, nem, mert csak kérdezem, jó. Hogy érted, milyen volt. Tehát látod, nézd meg, Csabinak például íz lett, de hát nézd. Neki meg... Higgyétek, nem tudsz komolyan nekem rosszat tényleg. Hozni. Csináld már a felé rosszat? Igen. Már igen. Tegnap. Rohadék vagy. Na jó van. 555-55-00, ez a Csabi telefonszáma, szeretnétek tőle dalt kérni, tegyétek meg. Jó, egészen nyugodtan. Hétfőn mi még vagyunk, a héten utoljára abból a szempontból, hogy kedden is vagyunk, de akkor már retro napunk van, csak zenélünk, viszont hétfőn még vagyunk és témázunk. Úgyhogy 6 órakor jövünk. Szép napot, szevasztok! Hello! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.